Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hello mindenkinek, itt vagyunk. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Hát gyerekek, ezt a kuklen állítanunk. Nálatok is ez a helyzet? Aha, igen, mindenki. És ragasztottam be még az új pongyőtőmnek. Na, mi most mit gyűjtesz? Most figyelj, most az van, hogyha a kettőt veszek az újságosnál, két lapot, akkor kapok egy olyan pongyőtőt, amiben, de a pongyőt, ez már megvan, a matricát, amit hogyha beragasztok, akkor azt mondja, hogy 5 után kapok egy ásványvizet, 10 után pedig egy energiaitalt. Hát nagyon jó. Most nagy, és két újságért adnak egy ízét, egy ragasztót. Most minek hagyjam ott, két hogy is kettőt tehát veszek? 20 újságot megveszel, akkor van egy darab vizét, energiaitalot. Tök jó, nem? Hát az, az egy hét alatt egy energiaital. Hát figyelj, hát kicsitből össze tudod rakni. Igen, az újságot így is, úgy is megveszem, 5-ből már megvan egy ásványvíz, az ásványvizet azt megiszom, így utazgatás közben, úgyhogy teljesen jó vagyok. Hát ez jó. Már megvan egy energiaitalom, most jöjjön az ásványvíz. Na, minek hagyjam ott? Nem tudom. Hát így is, én... megveszem az újságot, akkor meg minek hagyjam ott a bónuszt? Nem? Igazad van. Hát jelenleg ott hagyni. Tényleg. Hát teljesen logikus. Tényleg. Máskor meg bemegyek, azt veszek egy ásványvizet, vagy egy energiaitalt. De mondjátok meg, hogy akkor miért van az, aki ott hagyja? Hát az az ő bajuk. De miért van? De hogy akkor most már én kezdem rosszul érezni magam. Tehát, hogy sok kicsi sokra megy. 200 forint egy ásványvíz. Egy fél literes ásványvíz. Mondjuk veszel. Most 200 forintot megspórolsz, és beragasztasz egy héten keresztül, hordod magaddal, azt ragasztod. De itt a táskán mindig hordom. És akkor a végén annak jobb az íze, mert ingyen volt két 200 forintos ásványvíz. A takarékoskodás, hogy nem dobtad ki a pénzt. Én Jánossal kell legyek ebben egy picit, ebben a dologban, hogy én magam még nem éreztem rá erre az ízére. Tankolásnál szokták mondani, és most eszembe is jutott, tehát tegnap tankoltam pont az új baltád, vagy fejszéd, amit megszereztem, mert ugyanannál a kútnál tankoltam, és így mondtam, hogy nem ki, és mondtam, hogy nem. Ne, és rosszul éreztem magam utána, hogy nekem nem lesz olyan fejszén, mint a Jánosnak. Gondolom, mennyire érezted nagyon rosszul jó magad fejszén. Felé. Tehát ott, hogy te az a típus, hogy aki ott álltál, és úgy átgondoltad, és az, oj, de rosszul, a kutya fáj, és eljöttél, beültél az Alfádba, és gondolkodtál, a kutya fáj, el kellett volna hozzá, rosszul érezted magad, még hagyjál már hülye dumán. Hát de most otthon lesz egy fejszén például a negyediken, érted? Hogy az milyen jó alatt van. Hogy mentél, és ja, a kutya, ez iskola, visszamenjen, ne menjen, visszamenjen, át már holnap. Te az vagy, aki a rosszul érzed magad. Érted, tűzött ki a lakásban, és nem tudok kimenni az ajtón, akkor ott lenne a jó fejszei fölrakva a falra az ajtó. Miért te fejszével oltasz tüzet? Nem, hanem hogy ki tudj menni. Ja. Érted? Mert nincs meg a kulcs. Pánik hangulat uralkodik a családon, ég a lakás, ott a fejszé, a János mit sem leveszi, bum, az árra egyet, és már kinn is van. Én meg... Az akciós fejszét, amit megszerezél. Az akciós fejszéjével. Nem. Nyilván az egésznek az lenne a lélektana, hogy azáltal, hogy van ez az akció, te mondjuk, ha egyébként egy újságot vennél, akkor majd kettőt veszel, mert azért már jár a matrica. Aha. És akkor majd így összegyűjtöd az ásványvizet meg az energiaitalt. De én mondjuk ezért nem fogok két újságot venni, akkor veszek két újságot, amikor két olyan lap van, ami engem érdekel. De mondom, alapból nem fogom ott hagyni, hogyha azt mondják, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egy ásványvízzel vagy egy energiaitallal beljebb vagyok majd valamikor. Jó lesz az. Jó lesz az. Meg fogok és szomjazni, nem lesz nálam 200 forint, vagy éppen mit tudom én. Ilyen olyanból kifolyólag, úgyis költenék rá. Csak előveszi a kis matricás albumát, és már iszik is, látod? Igen, nekem az a bajom ezzel, mindig van egy gyerekbolttól, én gyerekruhákat, bútorokat, meg gyerek bársamizeket kapni, ez a B betűs. Uh-huh. Tudom. Tudod. És... Hadd fussad. Szóval, hogy nagyon nagyot vásárolsz, nagyon kicsit adnak, és én azt mondom, hogy kapjátok be, nem leszek a rabszolgátok. Tehát, hogy én nem köttök ide engem ti azzal, hogy elköltök 10.000 forintot, egyébként adtok 100 forintot, és ha 100-szor elköltök 10.000 forintot, ami 100.000 forint, akkor adtok 1.000 forintért 2 darab, mit tudom én, ásványvizet, fél litereset a gyereknek. És azt mondom, hogy kapjátok be. Nem vesztek meg ezzel. Igen, érted? Nem, hogy nem állok be a sorba, és nem azért, mert hogy 1000 vagy 2000 forint sok vagy nem sok, hanem mert azt érzem, hogy innentől kezdve, hogy én elkezdem az ő pontjaikat gyűjteni,
már egy multi rabja vagyok, már engem ez a multi megvet, már ez a multi kicsit arra kényszerített, hogy legközelebb is hozzam a kártyámat, és legyek a rabszolgája, és nem leszek. És ezért nem gyűjtök semmilyen pontot, és mondom, hogy kapjátok be a pontjaitokat, nem fogok nálatok még több pontot gyűjteni, mert nem vesztek meg azzal éppen a négy darab van pontot. Van igazság, amit mondasz, nekem ez az a te szempontodat is, viszont amiről, tehát az a kategória, amiről most te beszélsz, az egy picit az egy ilyen prémium kategória, ahol meg én gyűjtöm a pontokat, meg az emberek nagy része gyűjti a pontokat, hát azok általában ilyen napi fogyasztási cikkekből jönnek össze. Tehát ez a, tudod, ha már ott vagyok, ha már megveszem, és adsz érte pontot, de nekem ugyanilyen a K-betűs. Mit tudom én? Mi az? Bútoráruház, ugyanilyen a P-betűs. Mit tudom, barkácsáruház, vagy a P-betűs, vagy az O-betűs. A napi vásárlási cikk, amit János mond, hogy egyébként is bemész a közértbe megvenni a vizét, a kenyeret, meg az akármicsodát, ha mondjuk a T-betűs nagyláncba mész be, a kis kártyáddal együtt, ott is megvásárolod, és akkor még azért kapsz. Igen, most három dolog a benzinkutaskár. Benya, és újság most, hát ez az újság, ez mondom, ez időre. Én mindenhol ezt érzem. Hogy nem vesztek meg. Tehát, hogy ne nézzetek hülyének, hogy 10.000 forint után adtok 100 forintot. Ezzel engem nem vesztek meg. Kapjátok be. Akkor inkább nem kell a kártyátok. És olyan emelt fővel tudok kijönni. És azt mondom, hogy pontgyűjtő ilyen olyan nincs, nem akar tölteni. Nincs. Mert nem tudtok érdekelté tenni. Mert, tessék? A bankkártyádra úgy is megy, ha akarod, ha nem. Engem nem vesztek meg. De hát a bankkártyára megy. Hiszen ott van a bankkártyád, ami egyébként van már, vagy 50.000 pont. Nem, most kicsit beleköltöttem. Van egy aranyszínű kártya, amire az van, hogyha egyszerűen megy. Tehát, hogy azt nem kérem, az meg se kérdezik. Ez minden tankolás után a magyar benzinkút hálózat tankjainál egyszerűen ráteszik. Tehát az egy kártyabeli szolgáltatás. Ezt nézem, néha megnézem, kicsit beletankolok van rajta. Én is csalogatom, hogy a múltkor tudomásul, hogy nem tud a külön a pontgyűjtőkártyámra meg arra is adni. Ezt nem mondtam, hogy szemetek. Na jó, akkor legyen csak az egy. Akkor mindig megkérdezi, hogy forint vagy pont, és akkor forintba fizetek, és akkor annak megfelelő pontot ő fölírja. De hogy tényleg egy ilyen érzés kerít hatalmába. Csak akkor kijövök a P betűsből, az O betűsből, a K betűsből, a B betűs gyerekáruházból, és azt mondom, de jó, nem kaptak meg. Nem adtam el a lelkem. Mert hogy ebben van egy kicsi ilyen, nem? Van. Gyűjtsd a kártyát. Ez a cél. Töltsd ki, és akkor innentől kezdve te a miénk vagy. Adunk neked egy kis pénzt, majd érezd, hogy jó, ezt nem jársz jól, mert amíg megkapod az ígért terméket, addig sokkal többet elköltesz nálunk, de kicsit még becsapunk ezzel a két ajándékásványvízzel. Mire alapoz? Pszichológiára. Tehát ez sem másról nem szól, mint egyébként árérték arányban kapsz egy bagatell dolgot, úgyhogy közben rohadt nagy összeget kell elköltened. De boldog a kis lelked, gyűjtöd a kis pontodat. Aki ezt kitalálta, az egy marketing zseni volt. Marketing zseni. De tényleg. Csak hát, közben pedig megvesznek a multik. Igenis, meg nem is. Tehát aki mondjuk plusz azért vesz még két darab valamit, egyébként nincs rá szükség, hogy meglegyen a pont, az valóban bekerül. Na igen, annak érdemes utána számolni, mert egyébként megvetted volna? Igen. Nem. A pontokért vetted meg? Hát tulajdonképpen igen. Igen. De ha egyébként is vásárolsz és kapsz érte pontot, akkor oké a dolog. Tehát, hogy aki ilyen takarékosan él és gondol a jövőjére, nem herdálja el az életét, mint egyesek. Nem pazarol. Nem pazarol. Most 5 kupon, 1 ásványvíz? 5 matrica, 1 ásványvíz, 10, 1 energiaita. És miért kapsz egy matricát? Kettő újságért. Két napi lapért? Bármilyen. Bármilyen újságért. Amit egyébként megvennék. Hát én most csak ma egyet vettem, nem volt semmi olyan megjelenés, ami még érdekelt volna ezen felül. Tehát ugye a képes magazinokat, azokat hozom. Nekünk, közösben. Ha jól láttam most magát a céget, ami csinálja az akciót, nekik erre most nagy szükségük is van, mert ugye nemzetileg nem árulhatnak most már cigaretát. Ja, hát igen, úgyhogy most csak újság, meg üdítő, meg csoki van, úgyhogy kell is nekik, hogy visszacsalogassák a népet. Mondjuk ez nálam általában udvariasság alapú, tehát én oda járok, ahol egyébként választottuk 2 vagy 3 közül, ahol udvariasak, és ahova én járok, ott mindig nagyon udvariasak velem, úgyhogy én azt szeretem. A tenyerükön hordoznak. Így van. Apropó akció. Na. Magyarországon egyedülálló módon, és nagyon támogatom a dolgot, Eger városa egy tök jót talált ki. Most olvastam a hírekben reggel, hogy az a helyzet, hogy a belvárosi üzletek elkezdtek halódni, mert parkolójegy van ott is már, és azt mondták a belvárosi üzletek, hogy figyelj, gyere ide, tedd le az autódat, parkolójegyet vedd meg, gyere be, és ha mondjuk 3.000 vagy 5.000 forintért vásárolsz, ezt minden üzlet meghatározza, visszaadom a parkolójegy árát. És ha egy óra alatt bemész 4 üzletbe,
vettél egy egyórás parkolás 250 forintért, akkor mindenütt visszaadják az árát, ha eléred azt a limitet, amit egyébként vásárolni kell. Ez azért baj, hogy azt mondod, mert szerintem ezek után a Jani Egerbe költözik. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy már azon gondolkozik, hogy express, bérlemények, Eger, tehát ha te 250 forintot négyszer tudsz levásárolni, hát az a Jánosnak aranyban. Jut eszembe, anya, nézzük meg, ha hazaérünk az Egri ingatlanára. Tehát, hogy erre turista buszok szerveződnek majd, hogy leszállítsák a pestieket Egerbe, és ott négyszer levásárolják a 250 forintot. János, megérkeztél. Szívesen hát, ez... Egerben. Ezért is. Van, várban jó étterem, hát és ami... van ez a nagyszerű lehetőség. Én már láttam, hogy kis blokkal a kezedben mindenhol elköltesz 3000-et, viszont egy 1000-es visszajön. Mert hogy négyszer 250. Egyébként ez egy jó, ez egy jó ötlet. És akkor visszaadják, vagy levásárolod? Nem, visszaadják. Uh-huh. Ki is fizetik. Vásárolsz, vagy mit, 3250-én vásárolt, akkor csak 3000-et fizetsz, akkor úgy adják vissza. Uh-huh. De lehet, az a lényeg, hogy érd el azt a határt, ezt minden egyes bolt kisüzlet meghatározta, hogy nála mennyit kell költeni, és akkor visszaadnak mondjuk egy óra parkolási díjat. Jó, szerintem ez okos. Az elég jó. Okos, igen, okos dolog. Ez elég jónak tűnik. Hát főleg, hogyha már nem tudsz megállni, tényleg csak mindenhova fizessél, akkor az abszolút benne van. Tegnap képzeljétek el, a kis bodroginak az éttermében voltam. Na, és miért? Hát az a kis meg a nagy bodrogi együtt, ugye? A nagy is csinálja? Én azt hittem, hát csak a fia. A fia az üzletvezető, meg ő van benn, de ugye például a nagy bodroginak a receptjei is ott szerepelnek. Uh-huh. Csomó. Na, és milyen? Nagyon kis kellemes helyen van, nagyon kellemes, jó, egészen jó kaja van. A napi ajánlat az milyen? Gondolom vadételek, és éppen olyan, amit sikerül az öregnek lőnie. Igen. Csak megjelent. A pálcát, illetve. Vadőr. Megjelent kalamba, kettőt a levegőbe lőtt. Elsétált gumicsizmába. Házias konyha van? Házias konyha, ilyen lecsós, ilyen ez az, amit én ettem, az nem volt jó, de amit a szomszédaim az annál jobb, úgyhogy természetesen beleettem. Ilyen jó lecsót kaptak a többiek, és azt fogyasztottam. Jó, jó kaja. És te mit tettél, mi nem volt annyira én jó? Én nem tudom, hogy én berendeltem annak egy salátát, hát ha valamit nem bírok megenni, az saláta natur csirke mellett. Tehát, hogy ilyen, az a teljes tévedés. A teljes tévedés. Mesélt a bodrogi éttermében, hát soha nem csináltak ilyet otthon. De tényleg, tehát nem is volt finom. Na mindegy, csak hogy így, ez tök jó, hogy ezt ő így elindította. Vagy a fia, vagy én nem tudom, milyen üzleti vállalkozás ez, de állandóan halnak meg az éttermek, minden celebnek. A kicsi húszár. Kicsi húszár, ez az nem megy. Sokan voltak, dübörgött, jó helyen van. Ez egy kellemes kis helyecske. Én nagyon nem szeretem bodrogi művész urat. Vannak olyan emberek, akikre, hogyha gondolsz, akkor így rögtön egy fülig szalad a szád, és olyan kellemes érzés fog el. És például Bodrogi művész úr, Stankai művész úr, nekem ilyenek. Bodrogi tehát, művész úr melyik szerepe az, ami elsőre? Úgy ámblok az egész. Tehát én amikor meglátom, ugye egy nagyon mosolygós, nagyon kedélyes, nagyon egy olyan típusú ember, akiből árad valamiféle ilyen pozitivizmus, és úgy jó nézni. Jó nézni, jó hallgatni. Úgyhogy ő egy nagyon kellemes jelenség, én nagyon-nagyon szeretem. Jó egészséget kívánunk neki. És a fia csinálja ezt? Igen, a fia az, ő neki végzettsége is, ez a vendéglátó, meg a szakácskodás, és akkor kitalálták a idősebb bodrogi úrral egyetemben, hogy állítólag az öreg egyébként legendásan jó főz. Tehát az, amikor tudod, oda megy 20 ember, és a bográcsot már mindenki a fejét dugja bele, mert annyira jó a vendéglátó, és akkor így kitalálták, hogy csinálják meg. A fiú ért hozzá, az apának van egy jó hagyománya, összerakták, aha, aztán kezd gyerekeknek menni. Van sűsű sarok. Lehet. Ő böltözik be vasárnaponként 11-től. Ott volt, kérdeztem, hogy nyomjon már valamit. A telómra diktafonnal felvettem, hogy nyomja már el a főcímdalt, és akkor otthon megmutattam a gyereknek, de mondta, hogy nagyon rohan, mert odakoz már a lecsó, úgyhogy. És hogy bele tudja tenni a beniszó. Nem, mert látott egy pillangót, és azt kerget. Igen. Vagy érik a vadkörte. Fura volt, mert mentem az étterem felé, és így becsukódtak az ablakok, meg így mindenki el. Igen. Ilyen szökőkútban a hal is eltűnt. Középről, amiből egyébként a víz áramlott kifelé. Kicsit magamra vettem, aztán láttam, hogy jön a süsű mögöttem, és akkor megért. Tettem, hogy mi ez a pánik az utcában? Miért csukodnak be az ablakok? Nem láttál véletlenül zsoldosokat, akiknek a ruhája nem volt foltozva? De szerettem azt, úristen. Imádni való. Jó kis mese volt. Láttátok a kis trónörököst? Nem, nekünk nem mutatták meg. Nem? Na, igen, nagyon helyesek egyébként. Kijöttek a baznap a kórházból.
Vilmos maga ült be Range Roverbe, elhajtottak, ő vezetett, semmi felhajtás, Katalin fogta a gyermeket, engedték fotóztatni magukat, nagyon-nagyon kiskedvesen csinálták ezt. Helyes a kis pici, kis gyűrött arcú kis maló, de nagyon kis cuki. 3-8-al megjött azért az. Már hazaengedték. Igen, haza. Igen. Hát ugye gondolom nem volt császár, tudod, aha, azután akkor föl tud kelni, rendesen megszültem, 22-24 órával a szülés után el is engedték. Meg nem ám élvezzük az ingyenes kórházi ellátást. A közpénzből. Hercegi pár. Hát úgy kirúgták, mint a húzat. Mondták, jól van, tessék hazamenni. Aztán most van egy hónapjuk, hogy eldöntsék, hogy mi legyen a gyereknek a keresztneve. Ez is marha érdekes. Artur legyen-e, vagy György például. Mert hogy ugye őket kötik a szokások, a hagyományok, tehát nekik ilyen nevet kell választani. Egy jó Artur szerintem azért. Az milyen rossz lehet, gondolod el, hogy az egy, mindegyiket utálod. Nem? És szívesen adnál neki valami nagyon más nevet, ami teljesen hétköznapi, milyen, nem tudom, bármilyen angol száz nevet, és kell ezeket a hülye ilyen ódivatú, kicsit ilyen hagyományőrző, Fülöp, Károly, meg ilyen szörnyűségeket, nem? Ami alapján szerintem szörnyű, valakit Fülöpnek hívnak, nem? Vagy Károlynak. Tehát a Károly annyira konzervatív, annyira ódivatú, annyira elmúlt már. Sziasztok! Kacsi vagyok. Nem? Maga a Károly név. Szóval vannak nevek, amik kihalnak. És a Károlyok lesértődjenek meg. A Károlyok közé tart. Ahogy az Ottók is szerintem. Tehát ma 100 fiú gyerekből, hogy egyet nem hívnak már Ottónak, az is biztos. Egyszer elmúlnak ezek a nevek. Hát ez így van. Vannak divatosabb nevek, kevésbé divatosabb. Hát ülnek ott, hogy te is gyűlöd, de én is. Te is, a Fülöp, eszébe te hülye Fülöp, tudod? A bolond. A Károly akkor az a saját apja. És valami ilyet kell adni. György. Azt. Az nem múlik el soha. Nem, Sándor sem múlik el. Nekem ez az Artur akad be, mert hogy vagy az is választható. Igen, azért az mókás lenne. Mondjuk ők hanyadik nem abból az irányba jönnek. De hogy mi lenne, hogyha gyökereikre való tekintetel mondjuk egy jó Jürgent, Hanst vagy Wilhelmet bevállalnának. És ott hogy van, hogy nem kell a születési anyakönyvi kivonatra, tehát hogy van idejük? Az igen, egy hónap. Szerint egy hónap van. Hát az uralkodói családnál ja, gondolom, ez így megy. Aha. Mert az egyébként szerintem megengedték, igen. Egy tök jó dolog, hogy valami nevet adsz neki, amivel így nevezgeted a gyereket, de hogy közben, hogy látod, ahogy ő fejlődik, és a személyisége alakul, ahhoz választasz nevet. Hm. Nem lenne jó? Hogy most elnevezel valakit úgy, hogy még nem is ismered. Igen. És akkor vársz egy kicsit. Igen, nem? Meg születne a gyereked, mit te hívod kisrigómnak, akármi, meg egy darabig, és akkor egy hónap, két hónap, és két hónap múlva besétálsz a hivatalba, és azt mondja, ezen a gyereken látszik, hogy ez egy József. József lesz, és kész. Mondjuk nem tudom, mit csinál a második hónapban, mit nem csinál az első napon egy újszülött. Tehát, hogy hova fejlődik az első két hónapban, hogy te olyan jós is kezd lenni. Á, nem, ezek a mozdulatok olyan bélásak, hogy nem lehet más, hallod, micsoda. Hát a Laci, nézd meg, hát a szeme se áll jól, ez inkább Laci. De egyébként jó, hogy nem kell egyből nevet adni. Egyébként ez egy jó dolog. De helyes a pici. Megnéztem. Megmutatták. Úgyhogy ilyen kis aranyos. Láttam tegnap egy iszonyatosan aranyos videót, ezt mindenképpen el akartam nektek mondani, meg majd felrakjuk a Facebook oldalunkra is. Valami hihetetlenül cuki. Tehát, hogyha valaki szereti a cukiságokat, és nem az ilyen gejl, hanem az ilyen kis emberi szép történeteket, az mindenképpen nézze meg. Egy tűzoltó a sisakjára szerelt kamerával rögzített egy mentést valamilyen kis, talán amerikai kisvárosban tűzött ki az egyik házban, és hát ugye a házat is sikerült megmenteniük, viszont az egyik szobában a tűzoltó talált egy kis macskát. Ott volt bent, ott hevert bent az ágy mellett, látszólag teljesen élettelen volt, és aztán szépen megfogta, kivitte, és ahogy a nagykönyvben le van írva, oxigénmaszk, természetesen akkor volt a maszk, hogy a cica teljesen eltűnt benne, mert ugye emberekre méretezték, kicsit megöntözgették, kis vízzel, kicsit megmaszírozgatták, és csodák csodája. Hát a macskánknak 7 életük van, ahogy mondani szokták, a pici így életre kelt. És ezt az egészet megcsinálták filmtrailer-szerűen. Úgy, hogy gyakorlatilag kis vizékkel, kis szövegekkel, kis mondatokkal, így megspékelve az egészet, üzenete van a dolognak, és mondom, az egész egy ilyen kicsit ilyen dokumentalista stílusban ezzel a fejkamerás módszerrel van fölvéve, nem is lehet látni a tűzoltóknak az arcát, zseniális. Iszonyatosan jó, és most az interneten imádják. Aha, nagyon-nagyon szeretik. Majd mi is földövő, nézzétek meg. Gyerek van benne. Igen, de ráadásul igaz történet. Ja. Tehát látszik rajta, hogy csapó három macska életezik. Csap egyet a macsával. Örül az életnek. Jól van, nagy levegő. Igen, kicsit bágyott még a tekinteted. Nem, sok. feküdj vissza. És ez hol van, vagy hol láttad? Ilyen videó megosztom? Igen, videó megosztom, úgyhogy mi is földövjük, és akkor meg tudjátok nézni.
Jó, már megnézem. Szeretem az ilyen videókat. Na nézzünk egy-két SMS-t, hogy mit írnak nekünk a hallgatóink már ilyen korán reggel. Mindenki hármas ugrásra jelentkezik, ezzel tényleg várjatok. Sőt, mi több mondom, hogyha valaki 15-ször jelentkezik, így korán reggel az eleve már kevesebb eséllyel indul. Tehát nem az elküldött SMS-ek miatt választunk valakit. Ha valaki még 15-ször jelentkezik, 10 percen belül a hármas ugrásba, azt mondom, egészen biztos, hogy Anna nem fogja kiválasztani. Ezzel még ráértek, 8:30 után jöhetnek nyugodtan az SMS-ek. Azt mondja, hogy köszi Balázs a sorozatot, amit tegnap ajánlottál, két részen vagyok túl, és nagyon tetszik, Bubi Miskolcról. Ha négy embernek nem írta meg a címét, akkor egynek sem. Tehát a legjobb marketing ebben az országban, igen, az, hogyha te beszélsz egy sorozatról, és elmondod, hogy mennyire tetszik, mennyire jó, és egyébként. Tehát, hogyha ha valamikor új sorozat indul valamelyik csatornán, akkor keressék meg egy vaskos borítékkal a Balázsnak, hogy pár jó szót mond róla. Még a címét sem kell. Még a címét sem kell bedobnia. Ja, és te írogattad meg a hallgatókat. Hát ráadásul meg kellett keresnem a címét. Igen. De megtaláltad? Persze, Orphan Black talán. Orphan Black, így van. Ez az új sorozat, ez egy kanadai-amerikai koprodukcióban készülő. Nagyon jó egyébként. Tehát, hogy tegnap megint együttem egy részt, és egész jó. Már most valaki elküldte, hogy van egy trafi az M7-esen Budapest felé az 50-es kilométerkőnél. Már ilyen korán unatkozik a jard, írja Martin. Aztán az EGRI történetre is jöttek reakciók, az ötlet jó, de mi van akkor, hogy amíg beviszed megmutatni a parkolójegyedet, addig megbüntet a parkolóra. Hát igen. Erre gondoltak-e az EGRI-ek, kérdezi valaki. Jó. Jó, egyébként igen. Azt mondja, hogy haló Jani, én tudok adni sörös pontokat neked, csak nem tudom ki iszza meg az ingyen korsót. Ja igen, mert ha nem iszol, a kocsmába kell hozzám menni rá. Igen. Ha te nem iszol, csak büfés Niki. Hát Nikihez azért elnézhetsz. Hát akkor én elkezdek inni, ha most nincs. Igen. Azt mondja, mi a sárka hódban megvettük akciósan a kisásót és az ólót 6000 forintért, és nem is kellett 10-szer 2000 forintot tankolunk. Pluszban. Írja valaki. Na. Hát az más az akciósára. Akkor is elköltöd náluk a 10 rugót, ha kéred a pontot, ha nem. Tehát érdemesebb akkor inkább elkérni, ugye, utal valaki a pontgyűjtőre. Igen. Az oldalatokon az archívumból le lehet tölteni az adásokat, kérdez egy hallgató. Szerintem a Morning Show.hu-ról egészen nyugodtan. Nem? Uh-huh. Ott. Ja, letölteni, azt nem tudom. Meghallgatni, azt meg lehet letölteni, nem. Ja, igen, jó a kérdés. Letölteni szerintem nem lehet. Csak meghallgatni. De csak így megsúgom, hogy az ilyen nagyobb fájcserélő oldalakon fönn van azért mindig. Fönt van? A legfrissebb, jaja. Azt nem is tudtam. Raknak minket fájcserére? Aha, igen. Elég népszerűek vagyunk ott is. Megy? Ott is a dolog? Az tök jó. Mindig ott vagyunk a szerkesztői ajánlatunkban. Játéka, hogy állunk? Melyikkel? Ami a hírek után. Hát, ja, egy-egy. Legutóbb egy-egy. Már okoztunk. Igen. Na, volt kinyert. Egy-egy van? Mi történt tegnap? Hát én játszottam, és azt mondja, hogy egy hivatásos sofőrrel játszottam. Hoztad? És nem hoztam. Nem hoztam. Nem hoztad? Nem lehetett arra fogást találni, nagyon felkészült volt. Akkor egy-egy. Lassú vízpartot most. Jó. Egy-egy van, tehát lehet jelentkezni játékra nyugodtan. Jó, SMS-ben arcoskodni bátran, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécs mellett Szent Lőrincen trafiznak. Küldik erdőben szexelők. Na. Egészségetekre. Igen. Várjatok, gyerekek, mindjárt mondom. De hogy mindenre tudtok figyelni, biztos még az elején tartotok. Hm? Biztos még az elején tartanak, hogy tudnak az ilyen dolgokra figyelni. Hát lehet, hogy őket is lefotózták. Ja, igen. Túl gyorsak voltak. Túl gyorsan hásítottak, igen. Elkapkodjatok. Trafi Szentendrén, a Volánbusz állomás kiáratán. Mi van? Na. Valami van a levegőben. Mi van? Beszipantottál valamit? Igen, kint. kicsit álmos voltam, úgyhogy fel kell törögnöm. Szóval Trafi Szentendrén a Volánbusz állomás kijáratánál a Budapest felől érkezőket mérik. M2-es, 30-as kilométernél KPM kontroll. A kamionosokat nézik nyitott pénztárcának. Ez Gyuri írja nekünk. Igen. KPM mérlegel, így van Gödnél, nincs kivétel, minden kamionost kiszednek ki a utat mindenkinek. Üdv bimbo. Úgyhogy akinek nem megy a korong, az indítsa el. Lehetőleg. Nyomja meg a kis távirányítóját, hogy a korong elkezdjen forogni. Majd amikor áthaladt, akkor állítsa meg. Ugye már ilyen is van. Távirányításos. Aha. A tahográf korong, és akkor belülről el tudja indítani. Igen, de hogy számolsz? Tehát mérnie kéne mondjuk Debrecen-Budapest között 4 órát. Mert annyi, mire kamionnál. Most mondtam valami időpontot. És azt te 1 óra alatt teszed meg, mert csak addig megy a korong. Azt nem mondod, akkor indultál el. Pihentél.
Na jó, de elértél Budapestre, Debrecenbe. Na jó, csak amikor a rendőr megállít, és nekem nem ment a korong, akkor az pihenőidő mutat, és akkor azt mondta, hogy most álltál ki. És 10 perce megy a korong. Hát nem, ha már akkor indult, amikor megy a rendőr, az már nem jó. De vannak itt okosságok. Na jól van, egy-egy van, tehát jelen pillanatban a játék szempontjából, és már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia! Hogy hívnál? Bori vagyok. Bori, hello Bori, honnan telefonálsz? Esztergomból. Esztergomból, mit csinálsz éppen ott? Én most pont titeket hallgatlak. Na, de amúgy ápolónő vagyok. Ápolónő vagy. Aha, hát ez egy szép hivatás. És már munkában vagy otthon? Még most mondhatom a nemet, úgyhogy otthon vagyok, mert most műtötték a vállamat, tegnap tették ki a varratot. Na, mi történt a vállattal? Inszalagszakadás, csontreszelés. Wow. De megemeltél valamit, vagy elestél, vagy mit? Hát nem, a munkahelyi. 32 éve dolgozom a pszichiátrián. És nem bírta a vállad. De jobban vagy most már? Igen. Mióta vagy hallgatónk? Mióta hallgatsz minket? Nagyon régóta. Régóta? Előzőből is, és most is. Hűséges hallgatótok vagyok. Tényleg? Még a Danubiusból? És akkor igen. Hoztunk magunkkal erre az új rádióra? Igen. Két vagy három éve, de jó. Én szeretem, ha ilyen régi hallgatókkal beszélünk. Oké, na, kivel szeretné játszani, Bori? Hát, mivel hogy a Danubiusos volt a Feri, igen? Nagyon régóta, és nagyon régóta ismerem, így a Ferit választom. Kicsit már még családtam, igen, nem? Meg a Balázs is, igen, volt a Danubiusos. Hát mi hozzátok képest azért gyenge Danubiusos volt. Később volt a Balázs. Hát persze. Petrával kezdte még hozzá a Feri. Bori, mindent tudsz. Minden. Nekünk még ott van a tojáshéj a fenekünk. Akkor nem érdem, hanem áll. Ferinek meg már a pelenka. Az újra meg. Illetve mi ahova megyünk, az a rádió megszűnik. Rádió DJ mentünk, megszűnt. Átmentünk a Danubicban, ilyen van, megszűnt. Most itt vagyunk, ki tudja. Mi a Radio Killer Duo vagyunk. Igen, ahol mi rádiózunk, az a rádió megszűnik. Úgyhogy ez érdekes. Na jól van. Oké, tehát Ferivel indítjuk is az órát, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Bori, azt mondtad ugye, hogy ápolónő vagy. Mondtam. A kötelező egyenruha megvan még? Kell hordani? Nem dolgozom. Hát akkor köszönjük szépen. De én szeretnék kérdezni tőled valamit, ha lehet. Szíven. Bori, mielőtt azt a kérdést feltennéd, azelőtt egy tapsot kell adnom a Ferinek mindenféleképpen, mert azt mondtad, hogy nem dolgozol. Nem dolgozom. Nem. És nem a dolgozom szó a tiltott. Igen. Így van. Akkor el is buktam. Hát talán ne legyél ennyire szigorú magadhoz, de mondhatni igen. De tudod, hogy ez az önostorozás, ez nem vezet sehova. Ne bánts magad ezzel. Hát bántom, mert még azért megkérdezném azt, hogy hétfőn a 65 kilométer kerékpárral mennyi idő alatt tette le? 2 óra, szóval ez volna, 38 perc. 2 óra 38. Megkapd a választ. De nem az volt benne a lényeg, hanem hogy az ember valamit csinál, mozog, megmozdul. Igen. Most ezt elrontottam. Ezt nagyon... Bori, játsszunk majd még ne keseredjen, jó? Köszi. Nem keseredem el. Sziasztok. Hello. Szia. 3 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok, jó reggelt. Mindenkinek jó reggelt, kedv van, nem, szerda van, igen. A trafi. Hogy rohan az idő? Az iskolát, hogyan telt egy nap? Trafi van, nagy gyimóton. Ma rajzás van, érzitek? Bizony. A kettesen, a hármason, nagy gyimóton, mindenhol. Elhajták a kaptárt. Igen, kirepültek. M2-es Gödi lehajtó, NKH kontroll, mérlegen a valóság, Johnny 76 üzeni, valamint Pécs mellett Szentlőrincen szintén trafiznak, küldik nekünk ugye az erdőben szexelők. M2-es 30-as kilométernél KPM kontroll, a kamionosokat nézik nyitott pénztárcának, üzeni Gyuri, ez egészen pontosan Gödnél van, és minden kamionost kiterelnek. Úgyhogy
Úgyhogy készüljetek. Kelkáposzta főzelék fasírtal kész. Gratulálunk! Yes! Ha valami, ami nem bírok megenni, na az a kelkáposzta. Nem, mondd már. Az emberi jó kelkáposzta. Én ezt a tegnap mondtad konkrétan. Hát az, egy jó, ú, én nagyon bűn, szeretem. Az bűncselekmény. Tehát aki azt kitalálta, annak évekig ülnie kéne. Hmm. Évekig. Imádom. Fúj, de utálom. Nagyon fúj. Szóval, amikor mész föl ilyen panel lakásokban is, már érzed, hogy 8-on azt csinálják. Megszívesebben bedörömbölni. Fúj. Budapesten a Blahalújza téren erősödik a forgalom, tiszta kék az ég, 27 fok van, meleg napunk lesz. Anyám szerint nincs különbség a temető és a WC között. Ha menni kell, akkor menni kell. Csumi, Erik. Mondom, hogy össze kellene gyűjteni az év 365 napjára. És kiadni? És a következő Klassz FM-es naptárnak az alján mindenhol, minden napon ott lenne egy kis megjegyzés, egy kis szentencia, egy kis aranyköpés Erik mamájától. Minden napra. Simán össze tudnánk kapni. Igen. Neki ez megtiszteltetés lenne, csak jelzem Erik, hogy ebből lóvé nem lesz. Nekünk meg jó lenne. Picit exkluzívabb lenne. Nem? Igen. Megállt a szívem egy perce, hogy még csak Kedon írja Zsibi. Balázs, nem tudom, mennyit kaptok ezért a papagájos reklámért, de a dupláját fizetem, ha nem adjátok le többet. Beszélj a szélszünkkel. A reklámot felett nem mi diszponálunk. Tessék őket szeretni, és arra gondolni, hogy de aranyos ez a papagáj. Ezért ülhet itt a Jani, mert van az a kis papagáj. De aranyos az a kis barkácsáró, ez a reklám. Azért ülhet itt így a Feri. Van. De aranyos az a Evian reklám, azért ülhet itt a Balázs. Jó, a papagája kis... barkácsáról, és az Evian. Jó, nem, csak hűlök. Nem, azt akartam mondani, hogy igen, tehát hogy azért vannak többek között nyilván, hogy ezekből tudunk mi is. A turkálós meg a konyha felszerelése. Igen. És az emelt szintű. Igen, gondoljátok a hád a turkálós divatáruházra, amit a konyha felszerelése, meg az Evian. Na, hát emiatt vagyunk mi. De tényleg tessék erre gondolni. Jó? Megbeszélj tényleg a szélszünkkel, bár szerintem nem tudnád kiváltani semmi pénzzel, csak mondom, hogy a mi Petünk, a mi szélszes atya úristenünk biztos, hogy elintézné, hogy az ő pénzük is megmaradjon, meg a tiéd is befolyjon. Igen, a lényeg, hogy tulajdonképpen jó a reklám. Ha valaki idegesített, vagy megjegyezted, vagy már várod, hogy jöjjön, és közben a hajadéknek áll, akkor a reklám elérte a célját. Tehát kiugrott a többi 15 közül, nem? És kellő hatást ért el. De ezzel igazából nincs baj. Na, Marika már jelentkezett a Forma 1-es játékra, nagyon jó. Lesz. Így van, még vannak Gold Tribű jegyeink, és még nem ment el a héten egy se. Amit egyébként emberileg tökéletesen megértünk. Így van. Tehát ha már valaki mondjuk az első kérdés behúzza, akkor már ott van neki két darab, három napra szóló állójegy, ugye, a hétvégi Magyar Nagydíjra, és akkor ha még a másodikat is behúzza, akkor még beesik mellé egy-két Red Bullos ajándék, de minek kockáztassál, amikor már ott lehetsz, amikor már kint vagy. Mert a harmadikkal elúszhat minden. Bizonyám. Viszont ma is, ugye lesz majd játék, még nem kell jelentkezni SMS-ben, és Gold Tribune-re szóló jegyeket lehet nyerni. És akkor megmarad az összes Gold Tribune jegy, mert mindenki megáll egy kérdés. Akkor megyünk mi. Így van. Hát legyen. Akkor a nagy válvonogatva, akkor szájhúzogatva, akkor mi kimegyünk. Na, kampányt indított Bukarest. Képzeljétek el. Nézd meg, jól mondtad? Igen, igen. Nehogy elnézem. Kampányolnak a románok, mert elegük lett belőlünk. Na. Elegük lett Budapestből, elegük lett a magyarokból, és azt mondják, hogy Bukarest nem Budapest. Na. És ezt ők mondják biztos? Uh-huh. Tehát, mert hogy mi is mondhatjuk ennyi erővel. Ezt ők mondják, de hogy elvileg Bukarestet keverik össze mindig Budapesttel. Most melyik a jobb, ha Budapestet kevered Bukaresttel, hát, vagy ha Bukarestet kevered Budapesttel? Hát, ilyen alapon akkor mi is indíthatnánk kampányt egyébként. Ha legyen a patrióták, nekem az jobban fáj, hogyha minket kevernek össze velük, de szerintem ez ritkán fordul elő. Amúgy meg ne ránk haragudjanak emiatt a dolog miatt, hanem a félműveltekre. Tehát akik összekeverik a két várost. Sokan keverik egyébként. Egy csokoládés cég indította el ezt a kampányt, és arról szól, hogy mi az előnye annak, hogy te nem Budapesten vagy, hanem Bukarestben vagy. Ja, hogy bennünket is belerángattak ilyen formán. Aha. Minket nem bántanak, tehát nem leszólják Budapesten, aha, csak azt mondják, hogy Bukarest is nagyon értékes, Bukarest is nagyon érdekes, és hát tulajdonképpen ne felejtsd el, hogy ez nem Budapest, hanem Bukarest, aha, és a csoki fogyasztók meg minden román legyen arra büszke, hogy ők most, meg az odalátogató turisták is legyenek büszkék, hogy nem Budapesten vannak. Azért ezen kicsit megsértőtetnénk, ha akarnánk. Hát igen. Egyébként igen. Nem, hanem Bukarestben vannak. Hmm. A
kettő ennyire hasonlít egymáshoz. Aha. És mik az előnyei, azon kívül, hogy közele van a Duna-delta? Több a medve a közelben. Ez nem tudom egyébként, hogy kinek jó, vagy kinek rossz. Tehát, hogyha ha én azt hallom egyébként Budapestről, hogy ez egy jó hely, csak rosszul foglalok, és Bukarestbe megyek, és ott költöm el a pénzemet, akkor az nekik miért baj? Érted? Hát egyrészt, így van, így van. Oda mész, jól érzed magad, és akkor azt mondod. Ja, mert hogy lehet, hogy a következő évben meg már jól foglalsz. És akkor nem oda mész vissza, ezért? Lehet, hogy ez az oka, igen. Azt írják, hogy ez egy csoki, a félreértések véget, Bukarest nem Budapest.com. Ez is egy a reklámkampánynak ugye az internetes elérhetősége. Mi szerint nem szeretik, ha összekeverik velünk. Tehát Bukarest azért az még nincs Budapest szintjén, nem? Hát miben? Hát tulajdonképpen mindenben. Hogy áll Bukarest, mennyivel híresebb főváros, mint Budapest? Csak kérdezem. Ja, vagy szerintem semennyivel. Semennyivel, nem? Mostanában nem jártam Bukarestben, meg egyáltalán nem, de én szerintem azért, hát hogy... Tehát, hogy amit olvastam róla, meg hallottam róla olyanoktól, akik már voltak ott, hát szerintem Budapest azért szebbecske. Budapest egy kicsit szebb. Ugye mindenki elnézi nekem, hogy ennyire részrehajlok. De kevesebb a történelmi emlék például, igen. Kevesebb a szép épület, tehát ott modernebb épületek vannak, viszont most nézem a metró térképet, egyebeljebb vannak. Gyerekek, egyebeljebb. De jár is a metró? Azt nem tudom, de hogy egyebeljebb vannak, az biztos. Igen, de kérdés, hogy jár-e? Az nagyon fontos, vagy csak megépítették, igen. Én azt tudom, hogy például Budapestnek a belvárosán nem hagyott olyan mély nyomokat a szocializmus, mint amilyeneket hagyott mondjuk Bukarestben. Hát ott igen, ott a Duna teljes elterelése, ott csináltak mindent a srácok. Csak az kertás megalomániája azért rányomta a bélyegét Bukarestre eléggé rendesen. Hát az igen, az meglátszik, ugye hírhet román diktátorról van szó, így van. Na, de ezen ők miért akadnak ki? Én ezt próbálom megfejteni. Mi fáj nekik ebben tulajdonképpen, hogy nem tudják? Összegyűjtötték azokat a hírességeket, akik összekeverték Bukarestet Budapesten. Hát nekik sok minden fáj velünk kapcsolatban, és szerintem ezt is egy picit belekeverik ebben. Igen. De hogy már egy csoki ilyen reklámot csinálj, gondolj bele, nem? Ebben az érdekes, hogy nem a bukaresti városvezetés indította el, vagy azok, akik a turisztikai hivatal, akiknek mégis érdeke az, hogy sokan nem látogassanak hanem az országba. Hanem egy édesipari termékeket gyártó cég. Igen, egy csokoládét gyártó cég, és összegyűjtötték azokat a bakikat, ami arról szól, hogy kik keverték már össze Budapestet Bukaresttel. Például Michael Jackson is összekeverte Budapestet Bukaresttel, a Metallica se tudta, hogy hol van. Ja, ez a klasszik koncertkezdés. Igen. Jó estét Budapest! Jó estét Budapest! Bukarest! Nekem is szarul esne, aztán jó estét Párizs, itt lenne Budapesten. Összekeverték a két város egymással. Fényük nem volt, hogy hol vannak, Jani. Aha. Az a helyzet, Lenny Kravitz se tudta. Többször voltak itt nálunk, mint Bukarestben. És lebudapestezte a bukarestieket, és ez óriási felháborodás volt. És arra biztat a kampány, illetve azt erősíti, hogy a románoknak ebből elege van. Na most kérdezem én, ha van egy hasonló nevű város, és mindig őket keverik össze velünk, akkor nem a mi dolgunk változtatni a nevünkön, nem? Hát persze. Ja, hogy vegyenek fel új nevet. Hát akkor miért nem vett? Hát ezt javasló? Nem javaslom, csak most hangosan gondolkozom, hogy hát valamit csinálni kell, ez nekik nem jó. Minket egyébként nem zavar. Nem? Nem, semmi. Nekem mindegy. Nekem is egyébként. Ha nálunk jól köszönnek, akkor nincs baj. Mondjuk abba gondoljatok bele, hogy jön a Metallica János, ott áll az első sorban, és azt mondja a Hetfield, hogy jó estét Bukarest. Hát hazamegyek. Ugye? Akkor azért mondjuk az rosszul lesz. Hazamegyek, nem, összezom, az, hogy kicsit próbáljuk megérteni őket. Érted? Igen, összezúzom a Black Albumot. Valljuk be őszintén, hogy rengeteg általunk nagyra becsült, tisztelt és szeretett világsztár, amikor eljön Európába, azt se tudja, hol van. Nekik Európa sok esetben megkérdezett, hogy mi, meg hol, meg mi van, akkor azt mondja, lehet, hogy azt mondja, hogy Európa egy ország. Tehát, hogy és ebben semmi túlzás nincs. Erről származotti állítólag nálunk, nem tudom, hogy ez igaz-e, ugye azt mondta, hogy jó estét Bukarest. Tehát akkor most... Nem is hallgatok erről. Ő is hülye. Ő se tudta, hogy hol van. Már rajta csodálkozom mondjuk jobban. Mert mondjuk Jameson még nem annyira messziről jött ember. Igen. Na de én nekem nem tudna rosszul esni, Feri. Te mondod, hogy rosszul esni. Hát én kimegyek egy koncertre. Mit tudom, Robbie Williams koncert eljön.
És látom rajta, hogy finge nincs, hogy hol van. Na jó, de egyébként most ezen te megsértődsz, hogy ő nem tudja, hogy hol van. Nem, én nem örülnék neki, hogyha egy hülyének a koncertjére váltottam. De ne legyetek már ilyenek. Azt, hogy jó esik Bukarest, akkor durcisan végignézed, vagy inkább hazamész, most összekeverte a két várost. Hát nem mindegy. Nyilván élvezni fogom a zenét, de hát a 626. állomása vagy Európában megcsinál mondjuk minden nap más városban, és most véletlen összekeveri Budapestet Bukaresttel, akkor tényleg úgy állsz, hogy jaj, ez Robi, ez most olyan rosszul esett nekem. A tiszteletéről is szól egy picit. Na, tehát, én értem, hogy miről szól, de nem gondolnám, hogy valóban rosszul este. Tényleg rosszul esik. Nem azt mondta, hogy hülye, be van rúgva. Na, nyomjad. Nyilván megnézed a koncertet, de benned marad. Figyelj, végigörjöd az egész koncertet. Marad benned. Végigörjöd a koncertet, lehet, hogy egy éven keresztül gyűjtöttél annak az előadónak a koncert, odamész, irgalmatlan jól érzed, marha, hogy tényleg hazamész, mesélsz róla, aztán másnap, vagy nem tudom, pár nap múlva egy interjúban azt olvasod, vagy következő, hogy hát és ez a tavalyi bukaresti koncertünk, mekkora, mi Bukarest, nálunk voltál, te barom. Jó, de ilyen alapon akkor, amikor a filmekben kiírják, hogy Moszkva vagyunk, meg Brad Pitt idejön és orosz jelenetet forgat, és kírja, hogy Moszkva, Tom Cruise-nak a Mission Impossible elején, most a legújabbnak a keleti pályaudvar, az nem tudom, Varsó volt, ha? Párizs volt. Ja nem, pont az volt egyedül Budapest. Na. Csak beletettek még számítógéppel két felhőkarcolót, meg egy minaretet, vagy nem tudom mit, valami nagyon fura dolgok voltak ott. De hogy én nem tudom, ezek egyáltalán most ide jönne Axel, 3 óra várakozás után kijönne már, mi a hajadéknek áll annyira gyűlölöd, és azt mondja, hogy jó estét, Bukarest, hát nem azt mondod, hogy kap be, és kész, hát valóban rosszul esne, egyáltalán nem tudna rosszul esni. Van, akinek elnézi az ember, hogy elrossznak, én nem, de hogy egyébként vagyok Axelroznak, talán, tehát hogy ő azért na, most nem annyira okos. Ez most olyan, mint téged elkezdenénk bélázni, mert B betűvel kezdődik az is, mint Balázs. Jó, de azért a Budapest-Bukarest távolság azért az, tehát egy kicsit messzebb, mint az asztal másik oldala és a 4 év munka viszont, tehát azért annak más lenne a kicsi, és hogy figyelj meg Gábor, Peti adná oda azt az újság, tehát azért az nem, én is vagyok egy Sebesi Mártát, és Mártát. Tessék, na. Tényleg, amíg nem háborúról van szó, és nem rakétát indítanak, és hova akartuk? Ott ül valaki a piros Bukarest. Úgy emlékszem Bukarest. Nyom meg! És aztán lebombáznak minket, addig szerintem kicsit mindegy. Tehát ha zavarja őket, akkor változtassanak őket. Annak kell változtatni, akit zavar. Nem? Ja. Meg ez a oda-vissza hasonlítgatás. Hát találjanak már ki a terméknek a reklámozásról is szellemesebb dolgot. Nem azt, hogy egy másik országnak a fővárosához hasonlítgatják, és akkor picit így megpróbálják degradálni a másikat, az övékéhez. Ebben én is ezt érzem egyébként, tehát bennem nincsen ilyen, hogy most akkor védjük meg az országot, védjük meg a főváros, csak amikor ez a Bukarest nem Budapest, akkor a nagyon jó az nem az a szar. Aha, nem? Kicsit ez benne tehát van. Kicsit tulajdonképpen így érzed, hogy most tényleg egyébként mi fáj? Tehát, hogy mi fáj? Hát most nem inkább találjatok, akik oda mennek hozzátok, azok... Volna, biztos nem kevernétek össze, így tudnátok, hogy a mi városunk sokkal, de sokkal frankóbb. De magyar csokit nem marták meg, ugye? Nincs benne, hogy ez nem boci csoki. Ez nem boci, hanem kecske, hogy és akkor csináltak, igen, ez nem boci, hanem rackajuk, vagy nem rackajuk, hanem román tehén. Tehát ezt így nem tették be, nem? Na, de a lényeg, hogy akkor ugye tulajdonképpen nekik kell változtatni. Állítólag egyébként az Athletic Bilbao szurkolói tévedésből Budapestre foglaltak egyet a bukaresti Európa Liga döntőre, 400-an úgy elindultak és megérkeztek hozzánk. Tehát, hogy most tényleg velünk van a baj, hogy senki nem tudja, hogy hol van, meg hogy hova megy, nem? Hát mondjuk jó, ha ide jön a 400 ember, elkölti a pénzét, kicsit mérgesek lehettek a meccs miatt, hogy azt csak tévéből tudták nézni, de szerintem jól járt. De szerintem ők még nem jártak olyan rosszul, mert azért simán előfordul az, hogy például ugye ez egy Egyesült Államokban rengeteg angol száz település nevű olyan város, aminek a megfelelő megvan például Angliában is. Na most, hogyha érted, kicsit furcsa, amikor egy picit 5-szer annyiba kerül a repülőjegy, és 3-szor annyit kell repülnöd egyébként egy tengeren túli járatra, és akkor mi, de most hol, de fi, hello. Hello, kis messze van ez a Birmingham. Érted? Igen, Erosztál az egy picit kellemes. Amsterdam és New Amsterdam. Igen, és a kettő az nagyon nincs. Szóval nem tudom. Hát viszont ha valaki Budapestre akar jönni és Bukarestbe megy, az meg ott költi el a pénzét. Aha. Tehát ezzel sincsen igazából baj. Nem? Hát és csalódottan távozik. Nem találta meg a mi parlamentünket, igen. A romkocsmáinkat. Igen.
Nektek vannak olyan szavak vagy szófordulatok, amiket előszeretettel használtok és rosszul használtok? Vagy kevesebb? Én imádom, amikor valaki egy olyan idegen szót használ egy adott beszéd környezetben, ami egyáltalán nem illik oda, és nagyon nagy meggyőződéssel mondja. Nem szoktatok itt keverni, vagy nem volt régen dolog, amit itt kevertetek? A handicapet azt rendszeresen rosszul használtam. És mire használtam? Mert úgy gondoltam, hogy a handicap az lehet pozitív megítélés is. Tehát, hogy érted, amikor tehát nem valaki nem hátrányal indul, hanem van pozitív handicap is. De hát pozitív handicap ugye nincsen. Ja, és tesz pont, igen, és hogy mintha ez előny le. És ezt így használtam, hogy rendszeresen, és hogy innen nézte, és akkor nem tudták, hogy azt gondolták, annyira meggyőzően adtam el a dolgot, hogy azt gondolták, hogy ők a hülyék. Tehát, hogy valószínűleg ők sem tudták nagyon pontosan precízen belőni, hogy mit is jelentett ez a szó valójában. Én nagyon szeretem, amikor azt szúrom ki egy beszéd környezetben, egy szövegkörnyezetben, hogy valaki valamilyen szót, vagy valamilyen szófordulatot rosszul használ, azon azért nagyon lehet nevetni. Nem? És akkor mondtad, hogy adj egy kis handicapet, vagy nekem van egy kis handicapet? Nem, hanem, hogy jó, hát ő már eleve handicappel indul, mert elő, igen, mert jobb. Persze, mert mindenkit ismeri. Mert hogy ismeri. Igen. Azt írja egy hallgató, hogy egyszer Bush is március 15-én a bátor emberekről beszélt, akik szembeszálltak a szovjet hatalommal. Úgyhogy mindenki keveri a szezont a fazonnal. Szép napot, írja Andris. Igen, Balázs, nem mindegy, hogy itt ki vagy vitt ki, írja Lacika. Ezek szerint a románok nem látták azt a bizonyos kerületről szóló mesét, aminek a végén ugye nem Budapest robbant fel, írja egy hallgató. És igen, a Queen románul énekelte volna a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt. Az milyen lett volna, kérdezi Peti. A Queen tudta, hogy hol van, 86-ban, amikor itt voltak? Tudta, mert Freddy meg akarta venni a parlamentet. Igen, ment az arcoskodás kemény. Nagyon jó volt, hajóztak a Dunán, és megnézte a parlamentet, de szép épület, és elmondták, hogy ez micsoda, meg micsoda történet, és mondta, hogy akkor megvenném most. Ez kicsit szép volt. Igen, és mondták neki, hogy ez nem. Nem biztos, hogy eladó, igen. Mondta, de higgyék-e, van nálam annyi pénz, vagy tudom intézni. Igen. A Wu-Tang Clan Balaton Soundon ötször mondta el, hogy make some noise Budapest. Erre már beszéltük. Igen, a tavalyi Európa Liga döntőre is nagyon sok szurkol utazott Budapestre Bukarest helyett. De most tényleg ránk haragszanak azért, mert hülyék azok, akik az ő országukba akarnak menni. Tehát ez tényleg bosszantó. Eros 25 ezerért Bukarestbe repített minket. És mi volt ott? Fütyülés volt? Vagy ott mit csináltak? Kiálltak az emberek, és azt mondta, hogy jó estét, Bukarest, akkor kifütyülték, Erosz? Hát szerintem azt hitték, ment az anyázás? Hogy valami rossz poénkodás, tehát biztos az lehetett, hogy azt gondolja, hogy jaj, hát ez az Erosz milyen vicces, hát ennyire hülye nem lehet. De igen. Na, és akkor egy-két SMS csak, hogy nézzük, hogy ki mit használ rosszul. Jó, mindenki gondolja át, hogy mi volt az, amit rosszul használt. Például, nagyon jó, amit ír egy hallgató, mindenkinek saját szuvenír joga. Igen. Tehát az szerintem nem volt ember, aki legalább egyszer nem mondta volna el így. És ha volt egy kicsit olvasottabb ember az ő társaságában, akkor mondta, hogy figyelj, ez. Volt egy műsorvezető társunk, igen. Ő előszeretettel használt ilyen dolgokat, hogy mindenkinek a saját szuvenír joga, ő teljesen meggyőződéssel tudta ezeket mondani. Az egyik nagyon nagy dumája az Egyesült Arab Emigrátusok. Igen. Igen. Hogy akkor most menjünk el, vagy akkor ő kirepül, vagy nem tudom, az Egyesült Arab Emigrátusokba. Hát jelezte, hogy így. Ez még az RTV-nél volt, az egyik lány műsorvezető. Igen, a gyerek van az országban, és szívesen emigrálnak. Emigrátusok. Az Egyesült Arab Emigrátusokban. Azt nagyon szeretük. Emlékszem, konyhába ültünk, és megállt mindenki kezébe a villa. Te nagyon nagy duma volt. Ha menni kell, menni kell, mondtuk neki. Óriási vagy, adj egy pacsit. Nem értett. Igen. Na jó van. Várunk SMS-eket. Jó, SMS számunk 06. 745 00. Jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. 3:48 lesz pontosan 4 perc. Szóval hello mindenkinek, van egy friss közlekedési hírünk egy hallgatónktól. Hello Feri, jó reggelt! Hello, szia, Szamjonos Fater vagyok. Az M7-esen közlekedek Budapest vele, és a 37-es kilométernél egy hölgy kiugrott a fekete autójából, és szaladt fölfele Budapestnek. Siet. Atya Isten. Hát biztos futóbolondok vagyok. Múlt héten egy öreg ember, most egy középkorosztályú hölgy szalad. De ott hagyta a kocsiját a valamelyik sávon? Ott hagyta a leállósávon, és szaladt fölfele Pestnek. Istenem, hogyha ilyenkor valójában tudnám, hogy mi történik. De tényleg, hogy mi? Egy telefon? Vagy az ember megbolondul, az is van. Valaki kergeti. 37-es kilométernél Budapest irányába, tehát egy nő rohangál az M7-esen.
Igen, a leállóságban. A leállóságban, szegény. Te jó Isten. Jó, Feri, köszönjük, hogy elmondtad, ez fontos nagyon volt. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Ciao, ciao. Nem, hogy ilyenkor egy pillanatra csak az ember bele tudna nézni, hogy nyilván segítségre van szükség, mert az ember önszántából ilyet nem csinál, de hogy mi vezette erre, ha mondjuk nem az, hogy picit megőrült, nem? Hogy milyen élettörténetek vannak, hogy valaki ebben a pillanatban kiszáll egy autóból, és elkezd rohanni az autóba. Hova? Kihez? Mit csinál? Nem? És lehet, hogy van rá valamiféle racionális magyarázat, de nem tudod. Hamarabb érsz oda? Nem tudom. Na, ugye beszélgetünk arról itt a hírek előtt, hogy Romániában nagy a kampány most Budapest ellen vagy Bukarest mellett. Berágott egy csokoládét forgalmazó cég, és azt mondta, hogy Bukarest nem, Budapest. Kampányolnak, országos kampány körutat csinálnak, óriás plakátokkal, tévészpotokkal, hogy végre ne keverjék össze ezt a várost egyébként. Már ezt más országokban kellene csinálni, mert aki ott olvassa, az már tudja valószínűleg, hogy melyik országban van. Mi pedig arról beszélgettünk, egyrészt kitárgyaltuk a hírt, és utána oda jutottunk el, hogy nyilván mindenkinek a környezetében vannak olyan emberek, akik előszeretettel használnak úgy rosszul szavakat, idegen szavakat, hogy vagy rosszul értelmezik, vagy nincsenek tisztában a szó valódi jelentésével, és ezért egy olyan szövegkörnyezetben használják, ami nem biztos, hogy megfelelő. De hatalmas vagy meggyőződésre teszik minket. Igen. Na, hát és akkor egy-két SMS, hogy ki mit használ, vagy ki mit használ rosszul. Én régebben gyakran beszéltem szuperlatinuszokban. Írja Bogyi. Dekoratív hölgy, mondta egyszer felháborodottan, mi vagyok én? Mátrai szeretett szolgálat? A Mátrai szeretett. Igen. Balázs, ne exhumáld magad, írja valaki. Mikroorganizmus helyett mikroorgazmus egy termék bemutatón, a nénikék pedig helyesen bólogattak, nagyon komolyan. Aztán munkatársam azt szokta mondani, hogy szaladok, mint Louis Armstrong a bicikliző. Jézus. Jó Istenem, ma minden van. Igen. Azt mondja, hogy össze kell húzni a nadrág szíjat, mert recepció van. Igen, ezt nagyon sokan írták nekünk. Ügyintéző. Ez mi a baj? Tessék? Ezt hát én is értem. Ez abszolút. Sajnos recepció. Ez egy szomorú téma most. Ügyintézőtől hallottam, mire egy hallgató, nem tudok segíteni, nem vagyok komponens az ügyben. Mire az ügyfél tiszta őrület, kanasztát járatnak az emberre. Barátom szerint barázdaságért ítélnek el embereket. Üzen egy másik hallgató. Az én párom szerint a hőbörögni szót rendszeresen hőbölögniként használja. A veszekedéseink rendszerint itt szoktak partot fogni, visítok, amint kimondja. Már a Google-ben is rákerestünk, hogy értelmese így, puszi Csilla. Hőbölögni? Azért az is érdekes, igen. Egy ismerősöm Pláza TV-t vett az unokájának. Hát ott vette a Plázában volt a bot. Igen. Sokáig azt mondtam, mert nem tudtam, mit jelent a vegetáriánus, azt mondtam helyette vegetáriános. Sziasztok! Nem már, te is benne vagy. Hát, szépen, ez részben. Nem, én vegetáriános vagyok. Ez megtisztelő, köszönöm. Egyébként összecseng, de tényleg jó. Azt mondja, hogy nekem a főnököm azt mondta, én viszem a bőrömet a válságra. A lányom Summa Cumarum végzett az egyetemet, egy másik hallgató. Igen. Hát csak hogy mondjam, én a Magna Cum Laude-t sokáig nem tudtam így nagyon beazonosítani. Érted, ilyen Summa Cum Laude-t. Én mindent mondtam helyettük. Anyámék álltak egy kilátóban Tihanyban, és az egyik néni, aki nagyon okosnak gondolta magát, megszólalt nagyon hangosan. Ó, micsoda impotens kilátás. Mit akart mondani? Impozáns. Igen. Impozáns, tényleg impozáns. Igen. Micsoda impotens kilátás, igen. Egyik nagy mondata a főnöknek, majd annó, ha jövünk ide. Vannak képzavarok. Last minus. A last minute helyett. Igen, ez is jó. Egy partnerem mondta, ez a gazdasági recepció mindenkit tönkretesz. Azért elég sokan használnak rosszul szavakat, nem? Érdekes. Valaki azt mondja, ilyen a szelavi. Ez is nagyon, nagyon szellemes egyébként. Én a kövér emberekre mondtam régen, hogy minden hájjal megkent. Üdv Bernadett. Egyelőre, ezt is nagyon sokan keverik, írja Zoli. Valaki pedig azt mondja, nem tudom, miről beszélsz, Balázs, mert ebben nem vagyok komponens. Így van. Inkább korpulens. Jó, igen, mert az, hogy mielőtt teszünk valamit, ígyunk meg egy apartman. azt is nagyon sokan használják. Az egyik barátnőm folyton azt mondja, hogy magam alatt ásom a fát. Ezt pedig Szilvi küldte nekünk. Ilyenkor mi van egyébként? Helyre rakod?
Hát, ha valaki nem akkora haver, nem rakott helyre, inkább csak röhögsz, nem? Igen. Rendőr a tévében a következőt mondta állítólag, a prevenció egyetlen módja a megelőzés. Nagyon jó. A prevenció egyetlen módja a megelőzés. Igen. Egy ismerősöm nagyon sűrű mondja ezt, kiestem a praxisból. Ezt ismertem. Hát nagyjából ezek jöttek. Illetve valaki írja, hogy két elefánt sétál az M7-esen. Köszönjük szépen. Oké, na megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Volt egy kolléganom, aki nem tabula rázát, hanem minden egyes alkalommal tabula rázást csinált. Írja Ancsa. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiú! Hello, Feri! Hello! Sziasztok! Szia! Ma mi van ma? Mindenki Feri? Feri napot tart Anna. Feri volt a közlekedés, Feri volt a játékos. Honnan telefonálsz? Salgótarjánból telefonálok. Salgótarján. És mit csinálsz ott? Sav maradt a szüveget gyártunk. Az nagyon iszki. Nem beszéltünk mi már valamikor? Rémlik? Valakivel a savmaratóból, igen. Egy hármas ugrást játszottunk együtt, meg már de több kollégánk is. De hogy csinálja a salgótarjáni savmarató üzem? Hogy? Kedvesek vagyunk a kolléganőtökhöz. Mi küldtetek neki üveget? Vagy? Engem úgyse tudtok átvágni, én mindenkit megismerek, ha már vagy az üzemet mondja, vagy a játékost, vagy valamelyiket a kettő közül beugrik. Tudom, hogy nem olyan régen valakivel játszottunk tőletek már egyébként. Én meg is tudom mondani, nagyjából egy másfél hónappal ezelőtt lehet. Balázsnak ez nagyon jó szeme van. Ez meg jó füle. Hát most mondtam, hogy sorna. Na tessék, olvasd el. Na és még? Ezt írta az Anna. De nem volt ott, hogy már játszottunk vele. Nézd meg, itt a legalul. Tudod, hogy kell? Itt van legalul. Itt van. Mondd azt, Balázs, hogy felismerted a hangját, ebből mindig jól jössz ki, mindenki azt gondolja rólad, hogy egy zseni vagy. De ez miért fáj, hogy megismerem? Miért fáj ez neked, hogy tényleg megismerem, és nincs ott. De látszik az arcomon, hogy fáj ez neked. Igen, most egyébként ezt kicsit úgy éreztem, igen. De ne fájjon, tényleg megismerem. Van, ne csorsalkodjatok. Ki játszott? Ki volt az? Hát én is játszottam. Meg Gábor nevű kollégány. Meg a Zoli, meg a Péter, meg a... Nem. Ennyien? Öten vagyunk egyébként összesen itt. Aha. Zsammaróba, de már négyen játszottunk. Na jó van. Oké, na mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Most hányan vagytok? Ott vannak már a régi exek is, mármint az exjátékosok, meg te az új? Igen. Itt állnak mellettem, nem messze. Közben pedig megy az üveg a soron, de... Nem baj, most egy kárba megy. Egy kollega megoldja. Mutatjuk, hogy mit csinálnak, figyelj. Ez mi disznó? Úgy tűnik, hát nekem vidékének határozottam. Feri a barátaim. Itt vannak a hamarok. Az alapanyagok. Az alapanyagok. A még élő alapanyagok. Mikor hozom a kolbászkát, akkor bezzeg, nem paraszt. Mi? Na jó. Igen, de hogy nem csak örülünk neki. Igen, paraszt csak örülünk. Igen, jó ember vagy te, nagyon jó. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na 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 na. Még egyszer ezt? Újra tudnátok nekem adni? Hogy nem, persze, mutatunk egy apró, rövid kis részletet. Na 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 na. Puh. Ez most nem magyar könnyű. Magyar? Iszonyat jó, iszonyat barkóban. Nem segítünk, nem barkópa. Ha figyelj, ha elengeded, akkor mutatunk egy hosszabb részletet, viszont kivettük a bögrét, és akkor azt el is buktátok ezáltal. Én ezt tenném. Nem ezt a művek? De! Az! Így van. Ügyik vagytok. Szerencsém volt akkor. Igen, Edda, így van. Köszönöm szépen. Mázdi már majdnem pont kivettük. Hát igen, már mondani akartam, hogy mehetünk tovább, de így nem jó. Nem baj, így megvan a negyedik bögrés. Megvan minden. Igen. Viszont egy ideig most tiltó listára teszünk meneteket. Jó, köszönjük. Jó, mert vannak, akik viszont még egyszer se tudtak játszani, ti pedig már lassan egy kamionnyi ajándékcsomagot elvisztek tőlünk, úgyhogy ideig ne jelentkezzetek. Jó? Köszönjük a játékot, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Na, hát kifosztottak minket, gyerekek, az a helyzet.
Hát ki? Igen. Ezért is mennek ki olyan lassan mostanában a csomag. Elég sok e-mailt kapunk, meg SMS-t, meg mindenféle visszajelzéseket arról, hogy viszonylag lassan érnek oda a csomagok. Mindenkitől nagy-nagy türelmet kérünk. Nagyon sok fele mennek, nagyon sokat kell kiküldeni belőlük. Úgyhogy ezért van, de mindenki időben megkapja, ne aggódjon senki. De most mintha belassult volna egy kicsit a dolog, mert mostanában tényleg nagyon sok levél jön, meg e-mail jön, hogy késnek. Bennünk van a hiba? Másik oldalon van a hiba? Hogy lenne már bennünk a hiba? De mi, hát hol akadunk el? Mert mostanában tényleg kicsit több e-mail jön a szokásosnál, hogy nem kapták még az ajándékcsomagot. Hát bőkezően osztogatjuk az ajándékcsomagokat, és ezért nagyon gyorsan elfogynak a bögrék. Tegnap szatyrokat láttam. Azokat viszont nem írjuk alá. Én biciklizőket. Én tevek közlekedőket. Én egy hentes voltam. Nem, láttam a kis Klassz FM-es szatyrokat, és pont veled állapítottuk meg, hogy nem írjuk őket alá, mert elmosódik rajta. Tehát azt senki ne keres, ezt nem tudjuk alá. Feketék, és hogyha a lakfilccel aláírjuk, szép sárga lakfilccel, amikkel egyébként a bögréket szoktuk dedikálni, akkor ezeken a kis tasakokon, szatyrokon átüt, és azt még nem szeretnénk. Milyen gondos vagy te, meg, János. Meg egyébként most valljuk be őszintén, mindenkinek a bögre kell. Most hány szatyor tesz ki egy bögrét? Tehát azt nem csináljuk meg, hogy belerakunk majd egy nyakba akasztót, egy egéralátétet, meg mondjuk 4 szatyrot, azért, mert nincsen benne bögre. Azt egyébként, ha láttátok volna, hallgatok, hogy János mit kísérletezett azon, hogy alá tudjuk írni a szatyrot. Kartonpapír a 2 izé közé. Aztán az nem jó átüt, akkor jött a izé fémlemez betolása egyesével. Én mindent megtettem. Igen, de nem sikerült. Hála Istennek. Így azt nem kell aláírjuk. De hogy mit csinált, hogy megpróbáltam valahogy... Hát azt a kísérletet. Ja, azt láttam, igen, hogy lehetne aláírni. Igen, próbáljátok meg azon a részen, ahol van rányomtuk a Klassz FM-et, mert nem jó. A másik rész átüt, jó, teszek kartonpapírt, nem átüt, teszek izé vaslemezt, azt is átmarja. Jó volt, de... Igen, tényleg csak azért mondtam, hogy azon viszont senki ne keresse az aláírást, viszont egy pici türelmet kérnénk akkor mindenkitől. Jó, hogy nem érkeznek meg az ajándékcsomagok. Viszont amit akartunk még mondani, hogy július 26-án, vagyis most pénteken, ugye Balatonfüreden vagyunk, 2 helyszínen ráadásul, tehát aki reggel jönne morning showzni, hiány koncertre, Vastag Tomira, az Annagora Aquaparkba jöjjön, 9-ig ingyenes a belépés, mi is ott leszünk, és utána már a Sun City-ben vannak a nagy koncertek, a Tibi, a Bikini és a Magnacum Laude, pedig már egy ingyenes helyszínen lép majd föl a Sun City-be, oda nem kell belépőt venni. Ahol mi vagyunk, oda kell, de ha 9-ig bejöttök, akkor nem kell. Ez mind egy helyszínen van, de mégis 2 helyszínen, egy helyszínen belül. Ugye? És benn is maradhatsz, ugye, ha 9-ig bejöttél. 9-ig bejöttél ingyen, mert velünk bemehetsz ingyen, akkor utána már egész nap benn maradhatsz az Aquaparkban. És onnan jelentkezik a Hiány, vagy jelentkezik, hát koncertezik a Vastag, és a Csabi is, meg a Piros is, meg mi is, ugye? Uh-huh. És utána megyünk át a Sun City-be, ahol viszont meg már csak a koncertek vannak. 17.30 Kassa, 19 Bikini, 20.30 Magnacum Laude. Így van. Július 26 Balatonfüred. Tehát 2 nap múlva ilyenkor mi már Füreden vagyunk. Sokan lesznek, nem? Hát most nyár van, strandszezon, jó idő, tele lesz. Hát meg így, hogy 9 óra előtt bezúgulhatnak. Igen. Csúszdázunk majd mi is? Nem. Jó. 5 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello. Szia Balázs, szia Feri. Hello Jani, szia Balázs. Hello kedves hallgatók, Újfehértón a debreceni végén mérnek a kékek. Mindenki menjen óvatosan, ezt Kovács Tomi küldte nekünk. És jött még egy kis pici türelem. Trafi az M5-ösön Szeged felé a 43-as könél. Zoli üzeni, valamint M3-as Budapest Mezőkövest között tiszta és hatóságmentes az út, szép napot, mérleges Karesz. 86-oson János Somorjánál KPM ellenőrzés van, Koppancs üzeni nekünk, és az M1-esen a 100-as kilométernél Győr felé busz már az árokban, rendőrök már ott vannak, úgyhogy mindenki menjen lassan. M2-es Gödi lehajtó, NKH kontroll, mérlegen a valóság, mindenkit kiszednek, és Pécs mellett Szentlőrincen van egy trafi. Ezt is megkaptuk több helyről. Trafiznak ma sokat egyébként. Elindultak. Kirajzottak a dolgozók. Ilyenkor csak a királynő meg a herék maradnak a kaptárban. Igen, és ki a királynő, és ki erre. Nevezd meg őket, kérlek. Kire gondolsz? Ja, nem értem. Én a méhekről beszélek. Ja, hát azért. Hát és ott meg nincs neve a méhek. Nem értem. Külön. Igen. Mindenki egyértelmű, mindenki. Igen.
Nem tudom, hogy mennyire szoktátok követni a kincs vadászokkal kapcsolatos híreket, de most egy baromi nagy zsákmányt fogtak, és ilyenkor az ember kicsit mindig előveszi infantilisebb gyermeki énjét, és elgondolkozik azon, hogy miért nem ő volt az, aki ennek szentelte életét, hogy mindenféle eszközökkel felszerelkezve, hol legálisan, hol illegálisan kutasson, és megtaláljon például egy olyan brit teherhajót, amit most megtalált egy amerikai cég, aki erre specializálódott, és hát tulajdonképpen sikerült most újabb 61 tonnányi ezüstöt a felszínre hozniuk. A hajót 1941-ben süllyesztették el az Atlanti-óceánon, és most Írország partjainál lett meg, ezüsthajónak is hívják. A dolog nagyon érdekes, hosszú ideje kutatják, már meghalt a kapitány is, akit rengetegszer kikérdeztek, hogy mi történt, hogy történt, elfogyott a benzin, viharba kerültek, felborultak. És júliusban sikerült 61 tonnányi ezüstöt felhozni, 1574 darab 1001 unciás ezüstrudat, ami rekordmennyiségnek számít. Ennek az értéke körülbelül 35 millió dollár. 35 millió dollár. És az amerikaiaknak, vagyis ennek a cégnek, akik erre szakosodtak, ennek körülbelül a 60-70%-át megtarthatják, ugyanis ők úgy kötöttek egyességet a britekkel, hogy amennyiben megtalálják ezt a hajót, kereshetik, akkor a rakomány x százalék az övék. Beokos. Mert nyilván ugye a felhozásnak a költségeit, kutatásnak a költségeit azok ők állják. Szerintem bejött. Tehát, hogy visszajött a lóvé. Na most ezért ez nyilván egy kicsit komolyabb történet, mint hogy két ember négy palackkal a hátán elindul egy ilyen kis keresővel, lemerül, nem mert tudom milyen mélyre. Mert a kérdésekre válaszolva egyébként, hát én agyaltam rajta, de mivel a legkomolyabb vízeméhez járok a bánkító, és hát, ott meg viszonylag kevés valami brit szállítóhajó süllyed el több tonnányi ezüsttel a gyomrában, de egyébként nekem nagyon érdekel ez a sztori, meg úgy alapvetően, hogy a minimál dolgok azok nyilván sokkal közelebb állnak az emberhez, de ez a kincsvadászat, a roncskutatás, a különböző történelmi koroknak az emberi keresgélés, stb. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Tengeri Indiana János. Annyira nem, de például vannak olyan honlapok, amiket előszeretettel látogatok azért, hogy ilyeneket nézegessek, meg olvasgassak róluk. Kilőtte őket egy német tenger alatt járó, a 85 fős legénységből 32-en mentőcsónakba szálltak, viszont három matróz tudta már csak megközelíteni két hét elteltével az ír partokat. Mi lett a többivel? A többiek azokat vagy megették egymást, vagy szépen elhaláloztak, vagy kiszáradtak, és a partra szállásnál már csak egy embernek volt szerencséje. Tehát egy ember tudta a hajó történetét, hogy hol süllyedt el, mi történt, kilőtte ki őket, stb. Ugye mondjuk nyilván ezt a németek is dokumentálták. 1992-ben azonban a tengerész is elhunyt, és onnantól kezdve nem volt kit kérdezni. 42. februárjában lőtték le, azóta ott van, és most az amerikaiak megtalálták. És azt mondják, hogy rendben, akkor ez egy magáncég egyébként, akik kutatnak, akkor a felhozott ezüst 60-70, nem tudom hány százaléka pontosan, a nagy része magántulajdonba megy. Nagy amikor te vagy mondjuk a tulajdonos, és megszólal a telefonod, és akkor annyit mondanak, hogy főnök, megtaláltuk. Igen, nem? Igen. Azért ott megnézed az ezüst árát, kicsit esett, akkor azt mondta, hát most még buktam pár milliót. Igen, még egy kicsit hagyjátok lent, bezuhant a nemesfém, majd amikor egy kicsit följebb jön hozzá, és megvan. Na most kérdés ugye, hogy mennyi pénzbe került a kutatóexpedíció, hány éve keresik, tehát azért itt vannak költségek. Na de egy ilyet megtalálni. Hát 61 tonna ezüst már mindegy. Vagy nem mindegy nyilván, de biztos, hogy bejön a dolog. Meg nem beszélve az izgalomról, én emlékszem az első roncsmerülésemre Horvátországban, a silói öbölben van egy görög ilyen cementszállító hajó, egy picikét bepálinkáztak Crkvenicán a másik oldalon a srácok, elkötötte a vihar a hajót, és átsodort a Krükszigetére, ott neki csapta a falnak, és elsüllyedt. A kapitány az annyira élvezte az előző estét, hogy ő föl se ébredt erre a dologra, úgyhogy ott is maradt, a legénység kiúszott. És én egy olyan roncsra merültem elsőre, amit szerintem akkor már több ezre megmerülték, de benned van az izgalom, hogy hát, ha lesz valami, most nem arany, meg nem ezüst, de valami kis dolog, ami nálad maradhat véletlenül, aztán persze, ha korrekt búvár vagy, akkor nem lopsz el semmit, de hogy nagyon izgalmas a dolog, tényleg nagyon izgalmas, hogy hát, a múltod benne van, valami kis emléktárgy, hát, ha a kezedhez ér. És ráadásul ugye a hivatalos roncskutatók, tehát nem a hiének, meg nem azok, akik lerabolják ezeket a roncsokat, hanem a hivatalosok, azok nagyon figyelnek arra, hogy ne derüljön ki
csak egy nagyon szűk körben maradjon az információ, hogy sikerült megtalálniuk, hogy megvannak a koordináták, próbálják álcázni, próbálják leplezni a kutatásokat, pontosan azért, mert amikor ugye még nincsenek a technikai lehetőségek ahhoz, hogy mondjuk felhozzanak a roncsról valamit, megjelennek ezek a kedves emberek, akiket egyáltalán nem érdekel az, hogy adott esetben ők például ugye világháborús hajóknál ezek hadisíroknak számítanak, tehát hogy kegyeletsértésről is van szó, vagy lehet szó ebben az esetben, ugye kell az országnak a beleegyezése, akinek a felség területén én süllyedt el, kell annak az országnak a beleegyezése, ahol a hajó tartozott, stb. Szóval ez egy nagyon komplex, nagyon összetett dolog, de hát nyilván ezek a kincsrablókat, vagy az ilyen házi kincsvadászokat, azokat ez nem annyira érdekel. Igen, csak azt nem tudom, hogy az például hogy zajlik, hogy mindjárt fölhívunk egyébként egy expedícióvezetőt, aki ezzel foglalkozik, nagyon érdekes a dolog, csak hogy én lemegyek valahova. Megtalálom először, ott még nincs senki, nem? Hát mert akkor... én találtam meg, hát nincsenek ott a kutatócsoporttal minden nap az adott ország képviselői. Körbenézek. Megtalálok egy mit tudom én, egy vázát. Egy nem tudom, egy minkorabeli vázáját. Igen, bármit. Lecsippentek belőle, vagy az egész házat elrakom. És utána szépen összeírom egyébként, hogy mit találtam. Tehát nem mondjátok, hogy az ember nem esik kísértésbe, majd szólok mondjuk, nem tudom, ahol kutatok a franciáknál, vagy mit tudom én, nem a portugál partoknál, vagy te teljesen mindegy, Brazíliánál mindegy. Én szólok a brazil hatóságoknak, hogy oké, rendben van, akkor én ezt most szépen zsebre teszem. Viszont azt nem jelentem be. Igaz, hogy tudom, hogy börtönbe megyek, de ki tud ennek ellenállni, hogy te majd az, aki megtalálod a kincset, találsz most nem tudom 666 ezer darab ezüstrudat. Nem a tiéd, mert a cég tulajdonosának kell ezt majd odaadni. Ezért nem mondd el, hogy ott, hogy nem mondjátok, hát azért kettő nem lapult a búvárruhába. Hát persze, hogy lapul. Meg a 666 ezerből 66 ezeret fölhozol, még marad neki 600 ezer. Azért az úszonyodba csak beraksz azért kettőt. Most ez igazi magyar mentalitás, de hát azért kicsit ezért mennek azok, akik ezt keresik, ha mondjuk nem egy hivatalos verzió, tehát nem mond neki, hogy akkor mindent bejelentenek. Feri is mesélte, hogy megszólták, amikor egyszer lemerült két palacka, aztán két palacka és egy hajóágyúval merült föl. Vagy van valaki, aki egyébként tudja, hogy én egy elsüllyedt, nem tudom milyen hajót keresek valahol az Atlanti-óceánon, az adott országban kijön, és ott ül 0-24-ben, és figyeli a kutatócsoportot, hogyha esetleg megtalálják, nehogy ellopják. A helyi hatóságok szerintem nagyon figyelnek oda arra, hogy ne te, hanem ők lopják. Igen, hogy ők ne töltsék ki azt helyesen a kérdőívet. Mondja el, mit talált, mikor találta, milyen értékben találta. Állítólag egyébként a tengerfenéken még mindig szinte felbecsülhetetlen az az összeg. Tehát, hogy milliónyi hajó van kis túlzással, nem tudják. Elindult, nem ért oda. Igaz, 4-5000-6000 mélységen, tehát oda azért egy nagy levegőlővel azért nem érsz le. Jól befog. Hozzuk az ezüstrudakat, tehát oda azért picit nehezebben érsz le. De hogy állítólag aranybánya. Tehát, aki tudja ezek hajó történetét, nyomozza, elmegy, hát az ebből brutálisan millió most tud lenni. Csak oda azért már. Ez is, ami 4500 méteren volt, oda azért már nem mész le a mamival. Édesem, hozok egy ezüstrudat, meg ha találok egy szép kagylót neked. Tehát oda már azért egy nagy levegőt kell venni. Na, van egy csomó kérdés, de a dolog valami érdekes. Itt van velünk Szalóki Attila, az Octopus mélytengeri kutatócsoport expedíció vezetője. Hosszú. Hello Attila, jó reggel! Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Figyelj, legális vagy illegális, amiben nyomultok, ez az, amit tisztázni kell. Tehát kincsvadász vagy legális expedíció? Amiket te csináltok? Hihetetlen legendák keringenek körülöttünk, de amúgy teljesen legális. Akkor köszönjük a beszélgetést. Okay. Nem mondta, hogy soha nem maradt semmi a mellény zsebben. Nem. Ez óriási kockázat, meg óriási ostokosság lenne, hogyha az ember átlépni azokat a határokat, amiket megszabnak. Felesleges. Ugye tudni lehet rólad, de azért mondom, mert azért nyilván sokan nem tudják, hogy több sikeres hajóroncs kutató expedíciót szervezett, vezettél már Dél-Afrikában, Mozambikban, Kubában, Magyarországon, tehát rengeteg ilyet csinálsz. De arról beszélgetünk, hogyha az ember először ér oda egy adott országban, egy adott roncshoz, és tudja, hogy ott mondjuk ezüst rudak lapulnak. Hát akkor az ki az, aki tudja, hogy ott egyébként mennyi ezüst rud van, és ki az, aki tudná, hogy te mondjuk abból kettőt beraktál a mellényedbe? Hú. Hát valószínűleg senki, de azért ez lényegesen összetettebb feladat meg folyamat maga a víz alatti kutatás. Először is tisztázni szeretném azt, hogy ha te vagy bárki, aki erre adja a fejét és talál valamit, és egy adott ország területén,
beszéljünk most nemzeti vizekről, nem nemzetköziről. A nemzeti vizeken te találsz bármit, amivel te ott vagy, és akár egy gombostűt, vagy egy pici fadarabot is elmozdítasz a lelőhelyről, abban a pillanatban te föl kell, hogy készülje arra, hogyha a hatóság elkap, akkor ami nálad van, azt mindent elkoboznak, és még valószínűleg egy 5-6-8-10 évre börtönbe zárnak. De mondjuk ők figyelik a vaterát, hogy te föltettél egy ilyen régi gombostűt? Szerintem ennél lényegesen szertágazóbb az a figyelem, ahogy ezeket a, nem konkrétan a hajóroncsokat, hanem magukat a kutatókat ellenőrzik, figyelik. Erre konkrétan van egy élő példa, amikor mi 96-ban megkezdtük az első expedíciónkat Dél-Afrikába. Nagyon szoros együttműködésben a Fokvárosi Egyetemmel és a Régészeti Hatósággal. Nap mint nap lemerültünk közösen velük, csináltuk a feladatunkat, végeztük a feladatunkat, és emellett nagyon jó kapcsolat alakult ki magával a hatósággal, tehát a minisztériummal és a magyar képviselettel, a konzulátus, a fokvárosi konzulátus és Pretoriába a nagykövetséggel. És körülbelül rá egy-két évvel később a nagykövet úr mutatott nekünk egy dokumentációt, amit a Dél-Afrikai Belügyminisztérium adott át neki, ami arról szólt, hogy 2 éven keresztül különböző eszközökkel figyelték a mi munkánkat, és erről szólt egy, mit tudom én, 30-40-50 oldalas jelentés, ami végül is a konklúzió az volt, hogy semmi rosszat nem csináltunk, meg voltak maximálisan elégedve velünk, de olyan embereknek a nem kihallgatása, hanem egy, gondolom, megvannak erre a módszerek, hogy foggatják ki őket egy kocsmába ülve beszélgetve, hogy mit tudnak rólunk. És ezek így szépen részletesen. És az expedíció után még 2 évvel figyeltek benneteket, hogy nem adtok el valamit, hogy nem maradt nálatok valami, hát hogy nem próbáltok értékesíteni valamit? Arról fogalmam sincs, de normális ember ilyet nem tesz. Mármint, hogyha már van egy engedélye, van egy teljesen legális lehetősége, akkor óriási ostobaság lenne azt ezzel játszani, hiszen egyrészt irgalmatlan mennyiségű pénzt kell belefektetni, és hát ez nem csak a saját pénzünk, hanem nagyon sok támogatónknak a pénze. És olyan nincs, hogy tudod, hogy mondjuk elmentek ezüstöt keresni. Mert mondjuk elsüllyedt egy hajó, mint ahogy most ugye megtalálták az amerikaiak. Biztos te is hallottál. Igen, rengeteg olvastam. Ezüstöt hoztak föl. Hát ilyenkor azért gondolom, minden buvár régésznek kicsit elszorul a torka, hogy miért nem mi voltunk ott. Nem lehet így dílelni, hogy figyeljetek, srácok, mi megtaláljuk nektek azt a hajót 4500-ön. Jó? Csapjatok bele. De amit megtalálunk, annak az X%-a, az mondjuk a magyar búvárrégész csapaté. És akkor megegyeztek 20, nem 30, 25, nem 27. És akkor 29-nél egymás tenyerébe csaptok, és onnantól kezdve tiétek az ezüst 29%-a. Ilyen sincs? Nincs. Hát, nézd, minden országnak megvannak az adott törvényei, ami a víz alatti lelőhelyeknek a lelőhelyekről előkerült leleteknek a kezelésére vonatkozik. Vannak országok, aki, mint például mondjuk Magyarország, az összes lelet, összes nemzeti érték az mind Magyarország tulajdon, ez köztudat. Vannak olyan országok, ahol ezt liberálisabban kezelik, ilyen volt annak idején Dél-Afrika, most már ott sem így megy, Egyesült Államokban még könnyebb, de számos országban ezen az oldalon is, meg a másik oldalon is. Azon országokban, ahol maga az állam elismeri a kutatóknak a ráfordításait, munkáját, stb., ott megosztják a leleteket, vagy maga az állam veszi meg a leleteket a kutatóktól, mert például Brazíliában, ahol most kutatunk, ott van nagy valószínűséggel az állam nem adja át a leletet, hanem annak ellenértékét kifizeti a kutatónak. Ez egy teljesen normális kutatási üzletág, amiben van egyrészt tudomány, egyrészt egyfajta üzleti érték. Hát
senki sem a két szép személyhez. Mennyibe kerül egy expedíció? Tudom, hogy nagyon tág, és nem is akarom, hogy most szakmailag elkezdjük itt nagyon szűkíteni a kérdést, mert erre nincs idő. Csak nagyságrendileg mondjuk ennek az expedíciónak az ára, akik mondjuk fölhozták 4500-ről ezt a rengeteg ezüstöt, az amerikai expedíció. Körülbelül csak, hogy értsük, hogy milyen összegek mozognak itt. Mondjuk 5 búvár elindul egy hajóval, és keres ott az Atlanti óceán. Mire tehető? Dollár, 100 000, dollár, milliók? Mennyibe kerül körülbelül? Nagyon laikus volt ez a fölvezetés. Hát laikusok hallgatnak minket, de minket ez érdekel. Hát most nem akarok nagyon szakmázni, mert akkor az viszont dögunalom. Az így van. A lényeg az, hogy amit Greg Stanley csinálnak a Odessa Marine Exploration, ők kimondottan mély tengeri kutatással foglalkoznak. Nekünk is van egy ilyen üzletágunk, egyik cégünk ezzel foglalkozik. Maga a mély tengeri kutatás az önmagában technikailag több 10 millió dolláros investíciót igényel, és egy-egy operációs nap, tehát az operációs napot az úgy ért, hogy ott áll egy hajó, ezek általában ilyen 70-80 méter hosszú hajók, ennek van egy, mit tudom én, 40-50 főnyi személyzet, ebből beletartozik a hajó és a kutató személyzet, akiket etetni, itatni kell folyamatosan. A hajó az naponta, amit a 3-4-5 tonna üzemanyagot eléget, és ezt a technikát karban kell tartani, és minden egyes ilyen operációs nap az belekerül egy 40-50 ezer dollárba. Aha, minden áldott nap. Nem akkora biznisz így már ez, hogy kihoznak 60 millió naponta, elköltenek egyet, a 60 millió 60 nap alatt elismerj. Tehát ebben nem csapunk bele, srácok. Ja, nem. Erre még nem alapítunk céget. Jó? Nem, hát azért ennél megint csak összetettebb a folyamat, mert nem ugyanazzal a hajóval kutatnak, amivel feltárnak. A kutatóhajó... Még egy hajó? Persze, több. Tehát a maga kutatóhajó az lényegesen kisebb, annak lényegesen alacsonyabb a költsége, a napi költsége. Nektek, akkor nagyságrendileg érezzük, igen, azért ez nem kevés. Neked, bocsánat, hogy szabad vágok, csak hogy a laikusok miatt egy picit azért ilyen izgalmasabb dolgok is jöjjenek már elő, hogy nektek, neked mi volt az a legbizsergetőbb élmény, az a legnagyobb felfedezés, az a legnagyobb megtalálás, aminél azt mondtad, hogy Uramisten, ezért megérte. Az összes pénzbefektetés, az összes szenvedés, nem is az biztos, hogy meló. Anyagilag. Igen. Bin Laden teste valahol. Hát anyagilag még nem értem, mert még egy forintot nem kerestem meg. És érzelmileg? De hú, hát nagyon-nagyon sok hajót találtunk meg, tehát több százat. Mi volt a legrégebbi például? A legrégebbi, amit most Brazíliába pár évvel ezelőtt lokalizáltunk, az 1700. május 29-én elsüllyedt Futbok nevezetű holland kereskedelmi hajó. Hát ennek a hivatalos szállítmánya szerint, most tényleg fejből már nem emlékszem, mert ott még mindig zajlik az engedélyeztetés. Hollandia? Tulipán, fapapucs? Nem. Holland aranydukátok voltak. De ezt is egy teljesen véletlen folytán tudtuk meg. Mi Jakartába megtaláltuk a jakartai levéltárba az eredeti berakodási jegyzőkönyvet. Mi egészen addig a napig úgy tudtuk, hogy csak kínai és japán porcelán készletek voltak a fedélzeten. Ott mondták el, illetve ott egy hivatalos fordító fordította le magát a szállítmánylevelet, és ott tudtuk meg, hogy a batáviai éves árbevétel egy részét ezen a hajón akarták hazaszállítani. Azért oda lemerülnék én is. Hatóság így el vagy oda, azért gondolnék rátok is. Kész. Kicsit a búváruhám. Kicsit megresz, kicsit megmondjátok. Nem mondjátok már, hát azért ott kicsit az ólomüvet azért ott valamivel helyettesíteni. Azután mondtad a többieknek, hogy ne költekezzenek feltűnően, és ne vegyenek meg mindent, amit az osztályok a karácsonyban. Mert két évig figyelnek még benneteket a hatóságok. Nyilván mi a kaland oldaláról fogjuk meg, hogy azért egy kicsit könnyedebben fogyasztható legyen, meg szórakoztató, de maga, amit mondasz, az elképesztően érdekes, hogy levéltárakba, könyvtárakba kell menni, hajó leveleket nézni, útvonalakat nézni, elindulni, elkeresni, és hosszú-hosszú év után egyszer csak valaki, nem tudom, balra néz, jobbra néz, és elkezd valami ott felsejleni a vízből, és a csapat megtalálja. Vagy tehát, hogy ez lopás nélkül is. Oda mentek egy öreg heringszagú bácsikához, és megkérdezitek, hogy milyen volt, amikor az Admiral Gravesper elsüllyedt itt a zöbölben, hogy akkor hoztak ki valamit a német tengerészen. Igen, de ugye ez lopás nélkül is ugye baromi nagy élmény, de hát nyilván
nyilván mi a kalandot fogjuk meg. Tudsz olyanról név nélkül, aki azért abból baromi jól él, hogy te vagy a legális oldalon, és ő van az illegális oldalon, és a farvizeteken, vagy más farvizén egyszer csak odaér? Mert a Feriről tudjuk, hogy ez csak egy falállás neki, ez a műsorvezető. Ez valójában megszerte már. Igen, Pula mellett fosztogat az Isztriai félszigeten. De vannak ilyen legendák, hogy igen, egy amerikai, igen, egy ausztrál, köztudottan híres arról, és dollármilliókat ad el, vagy hozza a felszíre, úgyhogy nem tudják elkapni. Van ilyen legenda nálatok, vagy ilyen ember? Hát, ilyen, bevallom őszintén, ilyenről nem tudok. Egy konkrét, sajnos minket érintő élő példa van. Pontosan a Brazíliában mi 107 hajóroncsot lokalizáltunk, ezeknek az adatait mi mind leadtuk a haditengerészetnek, és miután mi a felteres engedélyt beadtuk, kérelmet beadtuk, és elindult maga a folyamat, hát akkor az expedíciót, azt összecsomagoltuk, és hazajöttünk. És egy-két évvel ezelőtt körülbelül kaptunk egy telefont, hogy valaki látott egy hajót állni azon a területen, ahol mi kutattunk, ott konkrétan egy portugál borszállító és kerámia szobort szállító hajónak a roncsait fedeztük föl. Megtettük a bejelentést, értesítettük a kinti képviselőnket, meg az ügyvédünket, megtették a hivatalos bejelentést, és valóban kiderült, hogy néhány helyi látta, hogy mi hol parkolunk a hajóval többször, tehát hol állunk horgonyon, megkeresték a roncsot, és elkezdték kirabolni. Hát a sztori azért egy pici happy end-del is végződött, mert nagyon gyorsan elkapták a három tettest, akiket bilincsbe verve elszállítottak, és a sztori ott folytatódott, hogy ezeket a felhozott leleteket eladták a helyi úgymond gazdagabbaknak, hát nem tudom, hogy voltatok-e Brazíliában, de elég nagy a szakadék a szegény és a középosztály között, és a helyi középosztály felvásárolt ezeket a leleteket, ezek szobrok voltak, különböző kerámia. A fogalmuk nem volt, hogy mit vesznek, nyilván csak felhozták, megvették. Azért ez nem így van, mert ezek Santo Antonio szobrok voltak, ez Portugáliában, ez egy portugál hajó volt. Attila, azért a triviális dolgokról ne beszéljünk, hát négy darab van a hálószobában. Ja, értem. És kettő a gardróbban, csak a helyet foglalva. És egyet tegnap a gyerek összetör, de nem voltam rám érges, mert hiszen ragasztott a ilyessel a fejét. Kiváló ragasztóink vannak. Puzzle-t játszunk, úgyhogy nem, ez engem egyáltalán nem idegesít. A lényeg az, hogy magát az ezeket az embereket, akik felvásárolták, őket is talpig bilincsbe szállították el. Az nem jó. Az nem bizony. Igen. Nem bizony, és Brazíliában köztudott, hogy a börtönök nem a legvendégszeretett helységet. És mindezt egy Santo Antonio szobor. Ennyi, és a talpig bilincsről sem tudsz semmi újat mondani Balázséknak, szintén a hálószobában az egész hálószobám egy nagy bilincs. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Nagyon szépen köszönjük! Ciao, sziasztok! Izgalmas foglalkozás azért ez, nem? Kicsit kalandor, kicsit kincsvadász, de mégse tarthatsz meg semmit, hát akkor most Nyilván nem. Igen. Persze. Ólomokkal merülsz, aranyakkal jössz felé. Fél 9 után pontosan 3 perccel lehet jelentkezni a hármas ugrásra, jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, hello mindenkinek. Mi itt még a hírek alatt tovább gondoltuk ezt a kis műkics vadászatot. Mi már a reptéri kiléptetés, a fémdetektoros kapus ellenőrzésen való áthaladás arany rudakkal a zsebünkben. Különböző teóriákat vázoltunk, hogy hogy lehetne például Brazíliából kicsempészni különböző kincseket. Hát az első adandó alkalommal mindhárman azonnal perecelnénk. Így van. De mindenki nagyon jó. Jól mondta az ötleteket, hogy hogy hoznak ki Brazíliából bűkincseket például. Ha valahogy átjutnánk a határon a 60 tonna ezüsttel, akkor azt úgy osztanánk, hogy 40 Balázsnak, 20 Ferinek, én meg voltam külföldön. Elvittünk magunkkal. De tényleg mekkora Balázsnak kellene, hogy a leletet ellopod, a hajón nem találják meg, és arra nem gondolsz, hogy például ki kell léptetni az országban, nem? És azért ott mondjuk így beadott laptop, valami övet legyen, szíved cipőt legyen, és ott van a kézifogyázva 4 kilóra. Hazahajózol vele. Fölhajózol a Dunán. Hosszabb, igen.
Hosszabb hajó. De egyébként Magyarországon is művelik nagyon sokan ezt a fémdetektoros kerestést, ennek egy nagyon komoly divatja vagy kultúrája van. Itt nyilván nem lehet ilyen nagyságrendű dolgokat találni, vagy ilyen értékes dolgokat, de azért rengeteg mindent itt is fel lehet lelni. Gárdonyagár például nálunk a másik oldal a Velencei tónál, itt írta is egy hallgató, de én is láttam, korra reggel mennek ki ilyen kis pittyegővel a strandra, mert hogy leszakadt az aranynyaklánc, leesett egy kis apró pénzt, és már veszi is föl. Hát nem mondom, hogy azért még egy mélytengeri expedíciót rájuk bíznék, de hogy így kutatják ki ennek a strandra, és így reg, hajnalban már kint van a strandon, és az előző nem áll. Apró pénz kicsúszott a pénztárcából a homokba, leszakadt a bokalánc aranyból a lábadról, megtalált, és már megy is a zaciba. Hát az elég sok aprót kell találni, hogy megvegyél egy olyan gépet, amivel meg tud találni az aprót, ezt a kis fémdetektor. Mennyibe kerül egy ilyen, János ezeket löki? Hát nem tudom, én eddig hadszínterekbe gondolkodtam, hogy kimegyek az Attila vonalhoz egy picit lóbálni a fémdetektor, de hát ezek szerint az agárdista a sokkal hát kifizetődő. Az... Nem félek, hogy bombát találnak egyszer. Hát nekem egyébként ez nincs benne, hogy egyszer csak, jaj, nézd már, mi lehet, lehajol, elkezdi megkapargatni, és leszakad a fél arca. Ez nincs benne. Attila hármas koporsó, nem csak egy 1000 kilós szovjet rombolóban. Igen, ami már robban is. Van benne romantika egyébként, de hát nyilván ez egy bonyolultabb dolog. Minden esetre érdekes beszélgetés volt, hogy ezek az expedíciók hogy mennek. Na, hármas ugrás, nézzük meg, hogy hogy állunk. Ugye mondtuk, hogy vannak szupergold jegyeink. Uh-huh. Vannak. Vannak. Még mindig vannak, mert hogy szerda van, és még mindig nem akarta senki elvinni. Sárgulnak már, és nem csak azért, mert gold jegy. Lassan már tényleg vége a magyar nagydíjnak is. Ugye... És még mindig megállnak a hallgatóink. Mi van, ha egész héten nem találunk olyat, aki azt mondja, hogy ő már pedig megkockáztatja és bukja az állójegyeket ugyan, de megkockáztatja elvi. Pénteken kiosztjuk őket. Pénteken kiosztjuk őket? Jó, ha megmarad, akkor pénteken kiosztjuk. Kapsz te egyet, kapsz te egyet. Hát gondoltam én is. De igen, kapok én a helyiségből egyet. Nem juthatnak ki. De nem tényleg, hát be kell győzni a hallgatót ma, vagy holnap, vagy pénteken, hogy valaki menjen már el a szupergoldjegyekért, kockáztasson. Ja. Csak ugye általában Forma 1 rajongók telefonálnak. Ők annyira ott akarnak lenni a futamon, hogy ha már megvan az állójegy, már az is baromi nagy érték nekik, és nem merik elveszteni, mert félnek, hogy elbukják a szupergoldjegyeket. Ugye? Tehát ez teljesen érthető. János viszont nagyon örül, hiszen megmaradtak a kérdések. Így van, neked ezen a héten egyetlen kell harmadik kérdést írni. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékos, valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt, hello! Itt jó reggelt, sziasztok, Zsolt vagyok. Hello, Zsolt. Zsolt, Budapest? Így van, Budapestről. Budapestről. Na, hát úttörő lehetsz esetleg, ha gondolod, de az is lehet, hogy te is megállsz. Van-e már valami a fejedben? Vagy megnézed az első kérdést, kicsit bemelegedsz, tovább merészkedsz a Red Bull-ra szeretnélkért? Igen, várjuk meg az elejét, és akkor hát ha kedvet kapok a tovább játékhoz. Mondd, hogy megcsinálod, mondd, hogy végül viszed, ott akarsz ülni a rajtrácsből. A szívum elbukod. A tévéből is izgalmas. Na jó. Oké, tehát a játék lényege, ugye, ha megvan az első kérdés, 2 darab állójegy. Ha viszed a másodikat is, akkor az állójegy plusz relikviák, viszont ha belemész a harmadikba, azt elbukod, akkor az állójegyeket se tudjuk odaadni. Uh-huh. Úgyhogy nem könnyű. Hát a bummal még visszajöhet. Hmm. Igen, az extra bum. Menjünk neki? Menjünk, persze. Jó. Így szól az első kérdés, 2 darab 3 napos állójegyért a magyar nagydíjra. Hol rendezik a Forma 1-es világbajnokság egyetlen éjszakai futamát? Szingapurra. Igen! Jó! Eddig könnyű. Megbántani ilyen könnyű kérdésekkel. Persze, bocsáss. Jó, megvan a 2 darab 3 napos állójegy, már pénteken mehetsz, szombaton mehetsz, vasárnap is mehetsz. Menjünk-e tovább, vagy inkább azt mondod, hogy köszönöd, elég... Vagy még a relikviákba egy kicsit belenézel? Próbáljuk meg, nézzük meg. Ha most bukja a relikviát, bukja az állójegyet? Bukja. Igen. Ugye? Bukja és igen. Boom sincs. És itt még boom sincs. Nem baj, nézzük meg azért. Nézzük meg. Ez. 2 darab 3 napos állójegyért plusz Red Bull relikviákért szól a második kérdés. Igen. Mik azok a Red Bull relikviák? Ez nem neked szól, Zsolt. Ez csak egy drámaibb hangon mondjad, mert már szól a szefek. Mik azok a Red Bull relikviák?
Jani. De tényleg most komolyan kérdezem, hogy mi? A Fetter odaadja a kesztyűjét? Valószínűleg. És kapunk egy bukós isakot? Mi a Red Bull relikvia? Másfél kiló üres energiai zavasztó. De jó. A Máté Sicctől. Ebből ívott Máté Sicctől. Hányadik magyar nagydíj kerül megrendezésre a hétvégén? Így szól a második kérdés. 28. Csinálni, ugye, hogy megy. Micsoda magabiztosság. Micsoda lendület. Micsoda tudás. Na. Micsoda ez itt az. Ezen a ponton álltak meg eddig játékosaink. Red Bull relikviák. Más, ezért már a fél kezét odaadnál. Két darab háromnapos állójegy. Nem akarsz-e inkább megállni és megtartani az eddig megnyert nyereményt? Hát, mivel még senki nem próbálta meg, szeretnék én lenni az első. Jó. Én vagyok a kis ördög a bal válladon. Ne, csinálj. Én a nagy ördög vagyok a jobb válladon. Én az angyal vagyok a fejed tetején. Állj meg, ne menj tovább. Jó, menjünk tovább, megpróbálod? Menjünk, próbáljuk meg, igen. Kettő darab háromnapos szupergold jegyért. Még egyszer mondj. Kettő darab háromnapos szupergold jegyért. A magyar nagydíjra így szól a kérdés. Figyelj, ne kapkodj, nem kell egyből rámondani. Jó. Melyik évben nyerte első világbajnokot címét a Ferrari pilotájaként? Michael Schumacher. Ugye ez egy becsapós, ravasz kérdés, mert a Ferrari pilotájaként. Akkor lett először világbajnok? Vagy akkor lett először a Ferrarival világbajnok? Ugye? Bizony, nem mindegy ám. Na, egyetlen egy évszámot fogadunk el. Hát, ha jól emlékszem, 2000... Nem tudom, hogy van-e folytatása a mondatnak. Mit mondtál? 2000. 2000, így van! Nyilván némileg megnyugtatod, hogy Feri elindítottak. Kimondtad, hogy 2000-ben volt, csak 2000, és azt hittem, hogy még folytatod, de aztán rámondtad, hogy 2000-ben volt. Igen. Feri nem bírta már a feszültséget. Vagy rátapsol, vagy bekakít. Ez a két választás. Zsolt, megvan a kettő darab háromnapos szupergold jegyed. Hálát köszönhetem nektek, csodálatos. Viszont elveszük az állójegyet tőled. Mert azért szupergold belé nem adjuk oda. Nem. Akkor vigyázz szupergoldot. Nem. Csak szupergoldot adhatjuk oda. Jó lesz az még nekünk a vaterát. Köszi, ügyes voltál Zsolt, gratulálok. Köszönöm nektek nagyon. Jó mulatás nektek a hétvégére. Ciao. További szépet, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát kettő darab szupergold jegyekkel vagyunk kevesebbek. Nem baj, marad mintha még 8. Kitéptek volna valamit a szíven. Ezt hogy magyarázom ki otthon? Hogy nem, de... ja, hogy nem tudtuk megtartani. Na jól van, ha már formaegyezünk, akkor mondom, hogy vendégeink lesznek 9 óra után. Jön a Szújó. Oh. Meg a Weber. Oh. Ők ketten. Egyedül is nagyon szépek, de ketten együtt meg nagyon szépek. Ennyi mikrofonunk nincsen, úgyhogy kimegyek pénzt felvenni az automatára. Egy órára. Egyébként én számítok rám. Ugye most nagyon sok minden történik a Forma 1 kapcsán, ugye van a gumibotrány, közben kicsit megváltozott a Hungaroring, közben ugye azért ilyen átigazolási hírek is felrepültek, úgyhogy lesz miről beszélni, meg hát egyáltalán tulajdonképpen az ő párosukról. Ugye most már azért egy ideje nyomják ezt a szezon most már ugye így csinálják. Ha van észrevétel és kérdés, várjuk. A munkásságukkal kapcsolatban. Szerintem az Oliék egyébként ennek tényleg örülnének, hogyha valamit hiányoltok a közvetítésekből, vagy nem tetszik, vagy nem gondoljátok jónak, vagy máshogy csinálnánk. Nyilván azért ők előképpen profik ahhoz, hogy szűrjék a beáramló információkat, és nem mindent fognak úgy csinálni, hogy ti megírjátok, meg az nem is lenne jó. De ha vannak konstruktív észrevételek, jelentsen a szó bármit is, akkor ezeknek szerintem ők örülnek. És ezeket be is olvassuk, kérdezzetek tőlük nyugodtan. Mindenre választ kaptok, amire kíváncsiak vagytok. Például, hogy Gábornak van-e már hallókészüléke. Na, ugye? Hogy Balázs allergiás-e valami. Na, tehát jövünk vissza nem sokára. SMS számunk, ahol a közlekedési híreket várunk. Rászaladtál kicsit, fiú. 06-645-00-00 jövünk a hírek után. 9 óra múlt pontosan, 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Trafi az M3-ason a 33-34-es kilométer között. Mindenki óvatosan menjen üzeni Bence. És mérnek a Vágóhíd utcában a fa alatt álló rendőrautóból, ez pedig Bálint üzeni nekünk, és a ma reggeli közlekedési SMS-ekből kiderül egyértelműen, hogy rengeteg helyen trafiznak, kirajzottak.
kirajzottak a dolgozók, igen, és hát gyűjtik a kis forintocskákat a központi költségvetésbe, úgyhogy ha valaki ehhez nem szeretne hozzájárulni, akkor az tartsa be a sebesség határokat és korlátozást, mert baromi sok trafi van mindenhol. M7-es, 20-as, 27-es kilométer között a szélső sáv a gázolaj folyt egy autóból az útra, nagyon-nagyon csúszik, és a 35-ös főúton Tiszaújváros és Polgár között a Tiszahídon telepített sebességmérő lett beüzemelve, ráadásul 60-as tábla van, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, üzeni Leo. Mérnek a 47-esen szintén Békés Csaba és Csorvás között, üdvön Limo, és az M7-es 104-es kilométerénél most készülnek szintén mérni, a Balaton irányába mindenki menjen lassan. Amikor az autópályán hirtelen 130-100-ra korlátoznak, majd odaállnak mérni, és ráadásul a korlátozás laikus szemmel indokolatlan, nem korrekt, ott bennem mindig felmerül, hogy a közútkezelő és a rendőrség. Rendőrség és a közútkezelő. Nincs reggel korán egy telefon. És nem mondja azt az egyik a másiknak, hogy gyereke, csak tudjátok, hogy az M7-es 100-as, kiraktunk egy 100-as táblát 2 kilométeren keresztül. Köszönjük, indultunk. Köszönjük, igen. Ott vagyunk. Rengeteg helyen lát. Kávé még felhőtt fel a kalapon, felrakon autóba, gyerüljünk! Indítsd a kordát! Tehát rengeteg helyen látom azt, hogy egyszerűen nézem, keresem az okot, de nem tudom megfejteni, hogy miért volt ott 130-ről 100-as tábla, majd újra 130. Ezért. De hogy egyébként ez főútvonalon is, mit tudom én, 100-as tábláját 60, majd újra 100, vagy mondhatok bármit. És az esetek nagy többségében, amellett, hogy indokolatlannak látott-e laikusként, és mégsem vagy annyira laikus, hiszen azért te Kresszből vizsgázott sofőrként talán meg tudod állapítani, ez most indokolt vagy nem, se építkezés, se útfeltúrás, semmi, az esetek többségében ott áll egy rendőrautó, és fotóz. Tehát mondjátok meg nekem, hogy mi ez, ha nem egy nem egy reális összeesküvés elmélet, ami már talán nem az. Értitek? Reflex teszt. Hogy? Hogy meg tudod-e csinálni. Hogy tudok-e lassítani hirtelen, majd utána visszagyorsítani? Hát, megint gyorsítani. És a kettő között betartom-e a sebességet. Nincs egy telefon reggel, szerintetek? Biztos van. Van egy ilyen ORFK közútkezelő, mint a Putyin-Obama vonal. Egy K-vonal. Hogy így fölcsörgik egymást, és akkor mindenki elhallgat a Fehérházból. Meg nincs a... reggeli telefon. Havont átküld. Van már e-mail. Nem? Vagy a rendőrség mondhatja a közútkezelőnek, hogy légy szíves, tegyetek ki négy darab táblát ide, négy darab táblát oda, mert érkeznénk egy óra múlva. Most csak hangosan gondolkozom, nem tudom. Na mindegy, nem? Így. Hívjuk fel őket, biztos bevallják. Igen, de reálisak ezek a telefonok. Igen, telefonok. Igen, van ilyen? Nincs. Igen, köszönjük szépen. Igen, van egy olyan elméletünk. Mit szól, ez semmit, hülyeség. Na! Hívhatjuk a vendéget? Muszáj, erre, hogy egyébként kellene. Jó? Gabi, gyere, hello, jó reggelt. Vendégeink vannak, hiszen itt a Klassz FM-en is már egész héten Forma 1-es jegyeket játszunk, ugye közeledik a Magyar Nagydíj, minden Forma 1 néző lázban ég, és ez ilyenkor egy kicsit jobban miénk, mint a többi futam, hiszen Magyarországon rendezik a Magyar Nagydíjat szám szerint a 28-at. Ezért vagy te az, aki. Mert, így van. Mert tudod. Vendégeink megérkeztek már hozzánk, Weber, Gábor és Szújó Zoli. Jó reggelt kívánunk nektek. Hello, szevasztok. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Zoli, egy fülessel, én füles nélkül. Hát ez a... Tudod, én rádióztam is. Hát én még így is rossz vagyok. Igen. Csak szerényen, hát ez is értesz. Hát most van ez így. Igazából ez volt az üzenet, igen, csak... Azt hagyjam, én is rádióztam. Na, ugye? Ne kérj elnézést a túlképzettségedért, szó. Nem szokott. Mi van itt? Sőt, Gábor szokott kijavítani. Jönnek az e-mailek folyamatosan, ne haragudjatok, csak még azt nézem az utolsó utáni egyeztetések, hogy ki, mikor, hol, mit kérdezhetsz, kitől, hol állhat a kamera, és így tovább. Nekem azt mondtad, euró árfolyamokat nézve. Nyilván azt valutázol. Valamit lekóztam. Most, hogy jönnek a németek. Igen, kicsit. Van még egy kis márkám eladni. A dohánybolt fej szó, se Zsolt. Na, mi újság van? Ma már szerdán, hát ez nektek már egy fontos nap, nem? Gábornak még nem, hát ő még a strandon, nem. Még a strandon üldögél. Persze, nem. Majd kimegyünk, csinálunk valamit. Süt a nap, viszünk naptejet. Ma már mentek ki? Megyünk, igen. Egyrészt sétálunk egy kicsit a pályán, megnézzük közelebbről a kanyarokat, rázóköveket és így tovább. Még rá lehet menni büntetlenül a pályára. Nem jön szembe veled egy 6,3 literes AMG SLS Mercedes, a safety car, amely egyébként csütörtökön már gyalogol, vagy gyakorolt, tehát akkor már nem lehet sétálgatni. De mit néztek
kéz a kézben a 40 fokos betonon rázó köveken. Nem láttátok kommentet, tehát hogy azért az elmúlt pár évben ezt azért tenni, hogy a Suzuki kupában, tehát mi végigmentek, és megnézitek. Ott majd figyelj, Gábor. Igazából naplementére készülni, ez a romantikus. Hát az Zoli aztán különösen jól ismeri a rázó köveket. Igen, igen, igen. A bukóteret leginkább. A négyes kanyarban a belső oldalon meg tudom mutatni, hogy hol törtem rommá magam. Ahány Suzuki-m lenne, amennyit összetörtél. A karosszéri alakatosok mindig dörzsölték a tenyereket, amikor csatoltam be magam. Gyerekek, lesz meló. Neked csak egy névjegykártyát adok, Zoli. Csoda, hogy éveken keresztül sikersztori volt a Suzuki Magyarországon. Minden héten újat rendeltek. Na nem, tényleg komolyra fordítva, mit néztek a rázóköveket? Ti mint sportriporterek, kommentátorok végigmentek, és? Megyünk egy kört, csinálunk egy pályabejárást, kicsit megmutatjuk majd a hétvégén szombati anyagban, vagy vasárnap? Szombaton, vagy vasárnap az egyik anyag egy pályabejárás, az, hogy picit megmutatjuk a versenyzők szeméről. Ugye én itt versenyző elég sok pályán ugyanígy végigmegyek, vagy a formegyes versenyzők, és bizonyos dolgokat más szemmel nézünk, mint hogy gondolnátok, hogy egyetem mit ért, amit kérdeztél az előbb, hogy mit néztek egyetem a pályán, mert az anyagból kiderül, sok olyan apróság van, ami egy versenyzőnek fontos. Mondjuk azt, hogy nem mi nézzük, hanem szeretnénk megmutatni a érdeklődők meg a nézőknek. Tehát például, hogy a négyes kanyarban a rázókövet hogyan lehet akár megközölni, ami esetleg kivághatja a gumikat, úgyis olyan sokat beszéltünk erről is, például Silverstone-ban. Nem gumikat, csak a Pirelli, nem? Igen. Szóval ezeket a kis apróságokat, amire a pilóták nyilván odafigyelnek, sőt, azt nem tudom, tudtátok, hogy minden versenyző a mérnökével, meg a mérnök csapatával általában csütörtök délben, kora délután megy egy kört a pályán, többnyire gyalog, és ugyanezt elvégzi. Tehát megnézik kanyarról kanyarra a rázókövet magasságát, minőségét, meddig lehet beengedni az autót, hol lehet egy picit levágni, hol kell elkerülni, mert túl magas és megdobja az autót. Ezek azok a finomságok, amiket ugye, mivel nem utazunk az összes helyszínre, ezért nem tudunk megcsinálni, megnézni, és most egy picit mi is élvezni fogjuk, hogy itt vagyunk a helyszínen. Mi van Bernievel? Ez nagyon fontos. Börtönbe vagy nem megy börtönbe? Ezt a 83 éves semmi, bemegy az öreg, vagy nem? Engem ez egyik, hogy tényleg baromira érdekel. Tudunk róla valamit? Adással szerintem, de azt gondolom, hogy ennél nagyobb melegebb helyzeteket is kimozgott már, hogy finoman fogalmazzak, szóval csodálkoznék, a börtönbe menne, viszont azt gondolom, hogy ez nehéz lesz megúszni, legalább egy komolyabb tárgyalás nélkül, vagy egy felfüggesztő. Ugye a legfrissebb hírek azok vele kapcsolatban, hogy a müncheni ügyészség vádat emelt vesztegetési kísérlet miatt, és még egyebek miatt Bernie Eccleston ellen. Neki most nagyjából még 4 hete van arra, hogy megkapja az angol fordítást, és reagáljon valamit. Ugye ő nem is titkolta azt, hogy adott 44 millió dollárt egy Gripkowski nevű német kockázati tőkekezelőnek, vagy elemzőnek, hogy egy picit alacsonyabbra értékelje az egész Forma 1-et, mert Bernie szerette volna, hogyha egy bizonyos csoport veszi meg, amely végül megvette az egész cirkuszt, és hát ez kiderült, és ő nem is tagadta, igen, adtam pénzt, de azt nem, hogy mire, azt nem mondtam el, vagy nem beszéltük meg, hogy mire, azt majd utólag akartuk tisztázni, mondta Bernie Eccleston. Mennyire zseniális. Persze. Adtam, de még én sem tudtam, hogy mire. Hát csak adtam, maga kelengére küldtem. Megzsarolt a Gripkowski, és hát nagyon félt attól, hogy az angol adóhatóság majd ott jól elővesz, hogy inkább ott adott 44 milliót. Én imádom az öreget. Le, figyelj, zseni az ember. Na, visszatérve a magyar futamra, ilyenkor ti, mint magyar szakkommentátorok, interjúkészítők, élveztek valamiféle előnyt, hogy Magyarországon vagyunk? Tehát van egy rangsor, egyfajta hierarchia, hogy ha például Magyarországon magyar riporter akarja fogadni a Webbert, akkor hosszabbat, nagyobbat kap Webberből, vagy Fettelből. Igen. Finomabb a cappuccino. Tehát van ilyen, hogy magyar futamon kedvezünk egy kicsit a magyar kommentátoroknak? Én azt hiszem, hogy az elmúlt években már igen, nem volt ez mindig így, tehát a legelső Forma 1-es magyar nagydíjon a riporterként emlékszem, hogy mentem nagy lendülettel, hogy akkor itt vagyunk magyar televízió, és kit érdekel. Tehát nagyjából ezt a tényt, ezt 2 másodperc alatt át is ugrották. Most már azért szerencsére igen, figyelembe veszik, hogy itthon vagyunk, több az adásidőnk, több időt tudunk szánni egy-egy interjúra vagy riportalanyra. De éppen most jött egy visszaigazolás, hogy Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke, illetve Mark Webber is úgy a rendelkezésünkre áll, hogy egy exkluzív interjút ad majd nekünk. Ami mindig egy különleges dolog, mert tényleg nem az a rohanós 3 kérdés, 3 válasz, hanem picit leülhetsz. Azért Webberrel van miről beszélni, hiszen bejelentette, hogy az idén végén kiszáll a Forma 1-ből. Volt ez a malajziai eset Sebastian Vettelről, amivel kapcsolatban még mindig lehet vele beszélgetni, és azért a véleményére még mindig kíváncsiak talán a sportrajongók. Úgyhogy ilyenkor egy picit, igen, most már figyelembe veszik, hogy itthon vagyunk. Akár még azoknál a tömeges interjúknál is, amelyeket ugye a pilóták adnak, és kötelező jelleggel adják csütörtökönként, külön odahozzák a helyi tévének, vagy hát most a Magyar Televízió riportere elé a riportalanyt, a pilótát. Nem több ez, mint 1 vagy 2 kérdés, de mégis érezzük azt, hogy otthon vagyunk, és ezt ők is tudják. Ki az, akit így nem kell, vagy éppen nagyon kell kizökkenteni a beszélgetésben? Én azt látom azért, hogy a pilóták egy adott kérdés általában standard
válaszokat nyomnak, megnyom egy gombot, válaszol, lemegy. Tehát, hogy például egy ilyen Webber exkluzív interjú itt a pacákot 5 perc után kicsit meg lehet úgy rángatni, hogy tényleg mondjuk elmondja, hogy a tökéki van a fettere, egyébként tök jó lesz évvégén elmenni, kapja be mindenki, elmegyek, nyaralok egy hónapot, szörfözök, majd elmegyek, mint a túraautózni. Megyek vissza kapjéni. Vagy jönnek ezek a kicsit hagyományos, igen, stb. Vagy ki lehet ebből őket mozgatni? Nehezen. Azért ez már egy nagyon korlátozott és zárt világ, még a riporterek számára is. Tehát annyira meghatározzák azt, hogy hogyan kell illeszkedned versenyzőként egy csapatba, hogyan kell belesimulnod, mi a policia a csapatnak különböző területekkel vagy kérdésekkel kapcsolatban, és ezt elmondják neked a sajtósok, te visszamondod neki, tehát veszed az adást, és nagyon kontrollált az egész környezet sajnos. Abban bízom egyébként, nyilván Mark Webberrel, egyébként pont a 2002-ben, amikor ő debütált a Forma 1-ben, akkor kezdtem én is. És ugye rögtön Ausztráliában hazai közönség előtt szerzett 2 pontot, mert az 5. helyen zárt a Minardival, és úgy ünnepeltek, posztot verték, mint hogyha VB címet nyertek volna rögtön az elején. Nyilván erre visszaemlékezni, tudom, hogy szereti a kutyákat, van neki több, rendszeresen jár sportolni. De hogy együtt kezdtetek, arra biztos, hogy emlékszik, hogy nem, jó vagy, Zoli, gyakorlatilag az interjú második fel az lesz, hogy ő kérdez majd engem, és veled mi újság. Nem, szóval nehéz visszatérve a kérdésedre, borzasztó nehéz őket kizökkenteni, valóban nagyon kontrollált az egész környezet. Egyébként pont Mark Webber az, aki az egyik legszókimondóbb versenyző. Ezt a többiek mondják róla, tehát amikor bejelentette a visszavonulását, Jenson Button első reakciója az volt, hogy nagyon nagy kár, hogy elveszítünk egy ilyen szókimondó versenyzőt. És ez nekünk is kár, riportereknek, mert egy-egy eredeti, értékes, valóban információtartalmat hordozó válasznál nem nagyon van értékesebb egy riporter számára a sok bullshit között. Mert legyünk őszinték, valóban, papírból, ezt meg tudod előreírni a sajtóközleményt. Hogy mit mondanak, persze. De tényleg egyébként, tehát látni az ember a Fettelt, az Alonzót, hadühös, hanem nagyjából ugyanazokat a sztereotíp dolgokat mondja, és egy pici rezdülésből lehet egyébként érezni, hogy belül meg tombol az ember, és legszélesebben megtépni a másikat, de hát ezt nem adják ki. Gábor, tőled mindenképpen meg kell kérdeznünk, hogy a házi orvosoddal konzultáltál-e már hallásvizsgálatról? Volt, mikor voltál utoljára? Tervezel-e esetleg elmenni? Tehát így, azért a kettőtök közös kapcsolatából így is ki lehet indulni. Egy évente egyszer én elmennék egy hallásvizsgálatra. Igen, mielőtt bejött a stúdióba, Gábor kidobta a 2 véres vattát a fülébe. Begyógyult-e már a szakadt dobhártyád, amit 3 hete történt? Hülye hangzik, hogy tényleg volt probléma, jobb oldalam. Volt egy kicsi? Most voltam nemrég, igen, de nem tudom, hogy volt-e köze Zolinak ez a kirohanásához. Ott ül a szújó jobb oldalon? Nem a balon, de egyébként minden, mert a füles, tudod. Mondták, hogy kedves Gábor, emelje majd azt a kezét, ahol hallja a hangot, és te 10 percig így ültél mozdulatlan, és mondtad, hogy semmi nincs. Hát az is jelzés érték, hogy most ugye már nem kér füles. Tehát azt mondta, hogy nem. Mindenki van a stúdióban rajta. Nem, viccesen hangzik. Én abszolút nem értem meg ezt akkor a katasztrófaként. Egy picit nevettem magamba, ugye nem? Ti csak hallottátok, vagy az a néhány ember, aki hallotta. De én láttam is hozzá Zolit, és azt azért hozzá kell tennem, most az így elmondom, mert csak néhányan vagyunk, hogy Zoli fölállt, eldobott mindent a kezéből, és abban, hát nem olyan nagy az a fülke, amely közvetítünk, gyakorlatilag, mint a tigris az állatkert, körbejárta az egészet, és csapkodta az asztalt hozzá. Te mellette halál nyugodtan, mint hogyha bombáznának, de nekem nem tűnt fel, hogy annyira kiabál. Utána utólag meghallgatta, egyébként nagyobb volt a kontraszt. Igen, te az a típus vagy, aki bármi történik mellett, te mindig ugyanazon a hangon, mindig nagyon informatíven. Tolod, jó, közben azon éppen agyvérzést kap. Van egy szándékos, én mondtam is neki, hogy volt egy olyan gondolatom, aztán nem játszottam már, hogy kicsit, de szándékosan vissza is lassítom, mint annak idején Dávid Sándor, ilyen apai stílusban folytatom utána, de aztán nem bírtam megállni, hogy kicsit én is a Zolitól átvett hőfokon próbáltam nyomni, de ezekre néha szándékosan is rájátszok. Nem, egyébként szerintem sem lehet semmi abban, hogy a Zoli kiabál. Zoli nem kiabál, csak szólt előtt a technikusnak, hogy téged egy picit húzzon vissza. Egyébként szoktam mondani a technikusnak, főleg rajta, hogy most nyomdázat mód. Igen, azt kitaláltuk például, azt a szezon eleje óta csináljuk, hogy amikor állnak fel a rajtrácsra a pilóták, akkor én elhallgatok. Tehát mondok egy végszót, és szerintem jó hallani 22 Forma 1-es autót, amikor elrajtolnak. Azért annak van egy érzés. Hát a végszó az már egy copyrightos végszó, gyakorlatilag, amit mondasz, mert csatolják be biztonságérveiket. Igen, és egy állandó dolog. És ott csöndben maradok, és teljes mértékben halljuk az atmoszférát, vagy teljes hangerővel, amikor ugye kialszanak a piros lámpák, az egy szenzációs érzés. És aki nem élte át ezt semmikor a helyszínen, én abban hiszek, hogy ha felhangosítja a tévét, és én nem rontom el a kiabálásommal, meg a beszédemmel, akkor az egy olyan élményt ad neki, amire érdemes figyelni.
egy rajt az mindig tele van feszültséggel, a Forma 1-es rajt. Azért ott 22 pilóta el akar indulni és el akar fordulni ugyanazon az íven, ez általában nem szokott sikerülni. Ennek a feszültségét szerintem nagyon jól át lehet azzal adni, az ember egy picit csöndben marad, és akkor érezzük, hogy milyen az, amikor ez a 22 autó odalép és hát meg eladod a sót. Ez akár tetszik, akár nem, ez egy szórakoztatóipari tervék. Gábor olyan nem volt, hogy az Zoli bekérte maga a Carmina Burana-t? Evoluló zenének. Hogy hatás még erősebb legyen. Hozzáteszem egyébként, hogy néha, tehát én mindig az a fajta ember voltam, aki úgy tanulta meg, hogy hol vannak a határok, amikor azokat átlépte. Silverstone-ban túl voltunk 4 durdefekten, ami még Silverstone-ban sem annyira vicces dolog, bár 300 km per óránál, bár vannak nagy bukóterek, ezt ugye elmondtuk, hogy egy nagyon biztonságos pálya, de azért az nem egy mókás dolog 300-nál elszállni egy durdefekten. Annak az összes feszültsége bennem volt, de így utólag visszagondolva, meg persze visszanézve, igen, egy picit túlreagáltam. Tehát szerintem akkor kell így üvölteni, amikor egy magyar versenyző az utolsó kanyarban, az utolsó futamon nyeri meg a világbajnoki címet. Remélem, igen, abban kicsit talán, igen, igen. Túlzó lendületet vittél számomra érthetetlen módon, de nem volt baj. Nekem, én szeretem egyébként az amerikai stílusú kommentálást. Tehát ez bele kell vinned a minden érzelmedet. Nekem úgy, vagy legalábbis én úgy szeretem, és utána én ülök a Zoli mellett, amikor átbeszéljük ezeket a dolgokat, én egyáltalán nem fogom vissza az Zolit, inkább azt nehéz megtalálni, és azon kell nagyon sokat dolgozni, hogy mindig jókor jó helyre tett, és utána úgy vegyél vissza, hogy utána a következő az megint hatásos legyen. Mert ha folyamatosan fönt vagy lent vagyok, egy idő után az unalmas, tök mindegy, hogy nagyon üvöltesz, vagy nagyon nem mondasz. Figyelj, végig gondoltam, tehát saját magamat szorítom be egy nagyon szűk játéktérre, mert a csendtől a kiabálásig egyébként nagyon sok eszköz áll a kommentátor rendelkezésére, hogyha én fejhangon üvöltök végig, akkor saját magammal cseszek ki hosszú távon, mert nem tudom ezt az egészet differenciálni. Meg a nézőkkel is csak szó. Ja, igen, ők azért csak egy gombnyomás, hát manapság már ezen könnyű. Viszont nekem ez a kontraszt nagyon jó jön, mert én ezzel marha jól tudok játszani utána, és ezt ki is használom sokszor. Igen, ezt én figyeltem, ezt te kihasználom. Ellentétben az első két futammal, amikor Ausztráliában és Malajziában úgy ültem be, mint aki vért ivott, és hogy most gyerekek, most megcsinálom, és hogy így kell ezt csinálni, most mindenki figyeljen. Most kifúj a szakma órát, igen. Azt egyedül végcsináltam, ha nem szorolok, meg is végcsináljad, tehát olyan lendületet vett, hogy... Tehát ellentétben azzal, amikor tudatosan készültem erre, ez most tök őszinte volt. Hiszen hát ott volt, túl voltunk már 4 durdefekten, feszkó volt, tényleg verseny volt, jó, azt mondták a pilóták fülére, hogy nyomhatjátok, ezért szeretjük az autóversenyt látni. Az e felett érzett örömöm volt ennyire hangos. És majdnem pont ezt mondta szó szerint, ha visszaemlékeznek, csak üvöltve. Igen. Komolyan. Igen, de én azt gondolom, hogy tehát én alapvetően egy heves érzelmi reakciókra hajlamos ember vagyok. Egyéniségemből fakadóan, és hogyha nem kell szerepet játszanod a mikrofon mögött meg a kommentátorálásban, akkor szerintem már jobb az egész, meg kerekebb az egész. Tehát én nem fogom vissza magam, csak egy picit. Avassuk bele abban nézőket, hogy ti mit láttok például a közvetítés alatt. Tehát ugye a néző lát egy tévét, azon nézi, és ti mondjátok az információt. Nyilván nektek ennél több minden van a birtokotokban. Ugyanazt, mint a néző, csak kisebben. Ugyanazt, mint a néző. Semmiféle más egyéb online oldalak megnyitva, információ. A Lifetiming az egyetlen. A Lifetiming az a Forma egy hivatalos időmérő oldala, ami interneten elérhető, és annak egy olyan verzióját nézzük, ami mind a kettőnknek, nekem a telefonom, a Zolinak a iPad-jén van, és gyakorlatilag az összesen infót te is láthatod, csak nem feltétlenül biztos, hogy tudod úgy olvasni, vagy olyan gyorsan olvasni, hogy én tudom például olvasni. Biztos van, aki igen, de mondjuk ezt alapvetően azért nem árt, hogyha előtte van valami versenyzői végzettséged, vagy legalább már versenyeztél, tudod ezeket gyorsan felfogni, hiszen annyi számot látsz egyszerre forogni, változni, nem biztos, hogy kiszűröd olyan gyorsan, és addigra az már is múlt, és egész más történik. Azt egyébként elárulom, hogy Gábor többet nézi a telefonján ezeket az adatokat, mint a képet, a bejövő képet. Sok néző kérdezi azt, hogy miért nem lehet nagy képernyőn közvetíteni. Megmondom miért, mert az a legegyszerűbb, hogyha gyakorlatilag a teljes látómeződben ott van az egész kép, amit figyelsz folyamatosan, és amiről szinte én mondjuk le sem veszem a szemem, vagy nagyon keveset. Nagy képernyőn azért lenne nehéz nagy képernyőről közvetíteni, hogyha közelülsz egy nagy plazma tévéhez, mert nem tudod befogni egy pillantással az egészet, és egy csomó információról, vagy részinformációról marad le. Múltkor azt hiszem, hogy te szúrtad ki pont Massát a rajt, nem a rajt után, nem sokkal a rajt után volt. Amikor megpördült. Talán a negyedik körben. Szóval annyira pici részleteire kell figyelni a képnek, hogy sokszor még ezen a képernyőn sem vesszük észre, vagy nem úgy vesszük észre, de hát ezért jó, hogy ketten vagyunk, mert talán valamelyikünk figyelmét nem kerüli el. És közben ugye kapjátok interaktív módon a kérdéseket, amiket gondolom meg ugye adnak be nektek. Ez a szabad pénteki szabad edzéseken csináljuk. Egyébként egy ideig tartottunk ettől a szabad edzés dolog, de ezt most már utólag elárulhatjuk, hogy fogjuk ezt a másfél órát úgy végigvinni, hogy ne legyen unalmas. És azzal, hogy interaktívát tettük a dolgot, és jöhetnek a kérdések, gyakorlatilag úgy megy el a másfél óra, hogy folyamatosan
kicsit így népnevelünk, vagy olyan kérdések is felmerülnek, amire egyébként futam közben, időmérő közben időnk se lenne, hogy elkezdjünk valamit ilyen szinten elemezni. De aztán találtatok, hála Istennek, egy 78-as kincses kalendáriumot a Legyón, és az a kiút. Igen. Ahol tehát elők kell bányászni. Visszatérve magához a konkrét formájához, nagyon sok kérdés jön, mert a csapatokhoz, hogy például van olyan, aki, de laikus kérdés, de érdekes, hogy ki melyik szállodába megy. Tehát a kisebb csapatok kis panzióba szállnak meg, vagy ott környékén, te a Gresenben, te az Intercontinental elnökjéből nyomod. Tehát, hogy mondjuk a Ferrari beköltözik egy komplett lakosztályba, míg a kisebb csapatok mondjuk Magyarót környékén Aranka panzióban szállnak meg, vagy egy helyre mennek. Kérdezi egy hallgató SMS-ben. Nagyjából egy körzőt le lehet szúrni egy ilyen fél kilométeres sugarú körzőt. Megszállják a belvárost az összes csapat. Tehát most már nincs az, hogy tényleg panzióban, meg sátrakban a Hungaroring környékén. Gyakorlatilag a összes belvárosi szálloda ilyenkor tele van a csapatokkal. Mert a Force India-val szoktunk itt lent találkozni rengelenként. Igen? Az aluljára. Itt laknak a régiek klub mellett. Nézzük egy hét hallgató kérdést, mert rengeteg jött hozzátok. Erdélytől szeretném kérdezni, mikor játszik Tétmi a közös. Legközelebb. Én ezt imádom. Miért kell a Zsolti fölhívott, és azzal kezdte, szem az ikertesom. Tagadhatatlan a hasonlóság. Miért kell ennyire kontrollálni az egészet? A pilóták nyilatkozatát szerintetek a show még jobb lenne, az emberi oldaluk még jobban látható lenne. Lásd, anno Senna Prost, kérdezi egy hallgató. Egyetértünk, csak ez túl sok pénzről szól már ahhoz, hogy ne kontrollálják. A csapatok érdekei sérülhetnének, és ezt nem engedik a csapatok nyilván. Tehát egy profi marketinggépezet van, és ez már nem fér bele. Van egy szerződésed, évente keresel mondjuk 10 millió eurót, plusz bónuszok, plusz minden egyéb, ezt kockáztatod azért, hogy két olyan módot mondja, ami nem tetszik a munkaadódnak. Nem feltétlenül. Valószínűleg nem, igen. A Gabitól kérdezném, hányadik futamra szoktam meg, hogy Zolit nem kell kijavítgatni. Ki kell javítgatni? Nem? Egyébként nincs olyan, nem kell kijavítgatni, és nem csak Zolit, szerintem senkit, mert hogy, és még olyan is van, hogy ő javít engem. Tehát egyszerűen van, amikor bele futunk olyan bakikba, másfél órás, két órás élőadásban nincs olyan 19-szer két óra az évben, hogy valamit ne nézzek el. Tehát egyszerűen magamat is néha javítom, ez belefér szerintem. Nagyon szép. Nagyon alázatos. Komolyan, egyébként én ezt az legelejétől kezdve mondtam, hogy nincs olyan kommentátor, aki nem... nincs olyan kommentátor, aki nem mondana néha a hülyeséget. Én múltkor simán elkezdtem úgy a monakói nagydíj szabad edzését, időmérő edzését, hogy és a pálya, ahol minden elindult, miközben tudjuk, hogy Silverstone-ban rendezték az első Forma 1-es nagydíjat. Igen, és Gábor rögtön javított, én meg helyre raktam magam, hogy Zoli ébredj. És azt képzeld azt a nyitó mondatot, amit tudom, hogy egy percig beszél, és egy percen marad, hogy kitaláljam, hogy elegánsan hogy javítom. Szívestom, ma kezdődött 1950-ben. Így van. Világbajnokság, de sikerült. Sikerült, hogy ez a már a második futam volt abban a bizonyos évben, hiszen Szilvestom. Szóval ezt nyilván tudom, csak ott akkor valahogy a pillanat hevében, vagy másra figyeltem, vagy nagyon meg akartam csinálni, ez becsúszott. Tehát mondom még egyszer, nincs olyan kommentátor, aki nem mondana a butaságot. Szerintem az különbözteti meg a riportereket, sportriportereket egymástól, hogy egyrészt a saját hibáikhoz hogyan viszonyulnak. Én hajlandó vagyok kiröhögni magam a mai napig. Úgy szól, ez mekkora hülyeség volt. Szerintem ezzel semmi gond nincs, amíg nyilván egy határon belül van. Tehát, hogyha nem válik túl sokká. De aztán, viszont, bocsánat, leszoktattad a Gábort arról, hogy mondjuk tőmondatokban retusáljon, mert ugye mondjuk egy évvel ezelőtt még azt mondta volna, hogy az Silverstone. Massa. Alonso. Hát sokat beszéltünk. Zoli, megőrülök a kíváncsisággal, nem tudok aludni, hogy áll a kerítésed. Kérdezz. Ja, ugye? Ugye beszéltünk erről. Nádfonat kontra zöld kerítést akaró. Egyelőre jó, hát még nem lyugatták át a növényét, de hát még csak két hete van fönt. Majd figyelem folyamatosan. Négyes kanyar acélszalag korlátozás. Na, és akkor újra visszatérve. Szerintetek meg lesz újra Fettelnek? Kérdezi Gábor. Melyik osztasz? Igen, jogos. Én azt hallottam, ő meleg, ez igaz? Meg. Mindenkiről mindent. Jó. Ennyi, sok ilyen pletyka terjeng. Én hallottam már olyat, hogy nem. Vagy konkrétan tudok olyat, hogy kivel nem. Tényleg? De szerintem meg lesz a negyedik BB cím. Lehet, hogy kicsit uncsi most, nem? Ez igaz. Tehát a bajnokságnak mindenképpen jót tenne mondjuk egy Räikkönen Alonso 1-2, és akkor utána történjen bármi. Ezt most mondom még egyszer a Forma 1 iránt rajongó sportszeretőként. De az se baj, hogyha megvan minden szezon fő gonosza idézőjelben, nekem is sem bajom Sebastian Fettele. Kell olyan, amikor együttes erővel valakit le kell húzni, ez meg volt a Schumer érában is, kicsit Alonsonál is, habár ott ugye gyorsan fordult a kocka. De hát minden szezon fő gonosz az Bernie, nem? Jó, hát ő a fő gonosz. Ő a Saruman. Ő a nagy kapcsolótábla mögött valahol, és nyomogatja a gombokat. Mondjuk most a München ügyészség megpróbálta, de
Igen, de valószínűleg ott is lefizetett valaki. Mint a gyaloggalokban, amikor már segéssel áll is kiegyezünk. Egyébként szerintem Fettel most meg tudja nyerni a magyar nagydíjat. Nekem múltkor bejött a tippem, hogy ő nyeri a németet, hosszú idő után hát ugye sikerült neki. Fogod, azt mondod? Persze. Olyan jó, most nem szeretünk olyan tippelni lendület. Egyébként, nem, most csak zrikálom. És Hamilton, aki ilyen magyar specialistának mondható. Hát, ki van, Nikola szakítottak, az nem fog menni most. Ó, igen, meg van, hogy vagy. Nem, hogy ilyen rondán mondjam, hogy Nikola szakít, nem szakít, együtt vannak, nincsenek. Tegnap tittelte ki Hamilton, hogy Nikola egyszer azt mondta nekem, hogy Bécs milyen gyönyörű város. Megnéztem, igaza volt. Tehát a csávó teljesen maga. Ha nem keverte Pécsel. Na, egy dolog most, hogy bosszúból összekavart kicsit a Rihannával, hogy milyen szépen mondom, Rihanna. Nikor Rihanna. Nem, hogy ott most megy ez a kis Dafke, akkor ellenszexelek valakivel. Ezek a szakkifejezések. Hát a csajok ellenszexelnek, ellennyaralnak. Nem, ha egy pali elmegy valahova kicsit hétvégén, akkor a csajok is ellenhétvégéznek, hogy ellennyaralnak. Magánéletről egyébként bármiféle kérdés nekik lehet, vagy az eleve ki van kötve, hogy semmiféle magánélet. Tehát most mondjuk beül a Hamilton, és te rákérdezel finoman, kicsit meg vagy rogyba, hát cimbi. Mi van? Tőlünk nem profi. Bulvár újságról föltettek, fel beküldi a francba, hogy válaszol. Azok után, hogy néhány héttel ezelőtt valamelyik angol lapnak nyilatkozott, adott egy hosszú interjút Hamilton, és ugye ő kitért erre, hogy elveszített egy embert az életében, aki nagyon fontos volt neki, és hogy ez látszik a teljesítményen, de nem teheti meg, hogy maga alatt van, hiszen ott egy csapat, amelyet vinni kell a hátán, meg motiválnia, és így tovább. Ezek után azt gondolom, hogy simán rákérdezhet egy riporter, hiszen hát ő ezt egyszer már elmondta. Pussycat Dolls-tól kérdez. Egyébként pedig nem illik magánéletezni, mint ahogyan például Felipe Massánál sem illik már erről a balesetre rákérdezni a Hungaroringen. Hát ez konkrétan megkérték a Ferrarisok és Felipe Massa, hogy ez lezárt ügy, ő nagyon komoly munkát végzett azért, hogy ezt elfelejtse, ezen túl legyen, sportpszichológus, nem tudom ki segített neki, légy szíves, ne hozzátok fel, tapintatlan dolog lenne valóban megkérni. Na és akkor emlékszel arra, amikor jött a rugó? Igen. Hogy vagytok Barrichellóval? Megbeszéltétek már? Egy óra jár az anyja. Pénzem vagy? Igen, ilyen volt a Honvéd kórház. Ez olyan, hogy Gábor folyamatosan előjön a négyes kanyar szalag korlátjával a Hungaroringen, ahol egyszer rommát törtem magam, ezt most már valószínűleg nem fogom lemosni magamról. Hát vannak még ilyen felütésünk, de mindent nem árulhatok el. Na, csináltunk egy kis kérdéssorozatot hozzátok, hogy mennyire ismeritek egymást, jó? Most már azért eltelt pár hónap, hogy ugye szorosabb kapcsolatban is vagytok. Nem ittunk még egymás vizéből. Azt nem más mondasz. Mondd, milyen bevállalós lettél, Zoli. A minden, milyen partik vannak ott az M1-nél. Na, azt mondja, hogy egy-egy kérdés, jó? Csak, hogy mennyire ismeritek egymást. Gábor, neked szól az első kérdés, hogy hozzád szól. Hány cukorral iszza a kávéját, Zoli? Ne sugjál! Megszorulj! Egy. Így van. De rohadék vagy. Lesrugtad. Oké. Mit sportol Gábor lánya, Zoli? Tudom, hogy falat mászni szeret, de nem ez. Úszik. Vele. Így van. Úszik? Szinkronúszik? Szinkronúszik. Na, az. Zoli, neked szól, Zoli, neked szól a második kérdés. Melyik kezével ír Gábor? Melyik lábával rúgja a focilabdát? Jobb és bal. Figyelj. Na ne. De ezt jobb kell vágja. Minden tudnak egymásra. Most a piercingest. meg a tetkósat. Mikor volt Gábor aranyérmű? Ott együtt volt. Igen. Mi van, Gábor, hozzád szól a következő kérdés, hogy neked szól, mi van a közvetítő állásban Zolival szemben a falon? A saját posztere. Egy életnagyságú pali poszter. Mondjad? Pályatérkép. Pályatérkép. És tudja. Így van. Nekem, ott ül mellettem. Mert nekem nem kell, nekem feljön. Hát így van, nekem meg ki kell. Zoli, az utolsó kérdés Gáborról. Melyik sportág egyik alapítója Magyarországon, Gábor? Melyik sportág alapítója? Hát tudom, hogy snookerezett. Igen. Sokáig. Nem az lesz. Na, jó irányba van. Baseball. És a baseball, és tudja, és tudja. A kvízmester, hogy csak. A jó szívem. Hát ez tök jó, tök jól sikerült. Jó, hát követjük egymást a Facebookon, igazából csak onnan is ismerjük egymást. Amúgy nem is beszélünk. Abszolút nem érdekel, Zoli, most is hátra ülünk. Ezt komolyan beírtad utolsó kérdésnek, Laci. Mi volt az? Nem, hát vécés kérdés. Teljesen, teljesen. Na jól van, srácok, hát a
helyzet az, hogy szeretünk, imádunk benneteket, csak így tovább, üvöltözve, csak így tovább, Gábor, mérsékelten, visszafogva a temperamentumot. De amit csináltok, az szerintem jó és szórakoztató, és nagyon szeretem. Hát én mindig az útnak az elején vagyunk, köszönjük. Az út elején vagytok, de hát behatárolható szerintem, stílusa van, stílusjegyei vannak. Mondjad, mit mondtál, Gábor? Ez igen. 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 De tényleg szeretjük, úgyhogy hajrá, és köszönjük szépen, hogy jó, 10 év múlva, akkor vegyél fel, amikor stoppolok, hogy utolérlek, akkor majd állj még egyszer. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, akkor Magyar Nagydíj a hétvégén 28-szor az M1-en mindent közvetítünk. Hagy mondjam egy kicsit, hagy beszéljek haza. Egyébként pedig tényleg az összes edzést és mindent közvetítünk élőben. Tehát amikor Forma 1-es autó gurul a Hungaroring aszfaltján, azt mi élőben adjuk. Akkor mi ott vagyunk, lesz, igen, tehát beleértve a két pénteki szabad edzést, most kaptuk a visszajelzést, Suzy Wolf érkezik hozzánk a kommentátorállásba, a Williams tesztpilótára. Van két hálózsákunk kín. Abszolút, hogy kiköltözünk a Hungaroringre, és akkor majd hétfőn összeszednek minket. Zoli, felhoztad ezt a tévét. Kutyafádat, óriás. Benne van a szerződésemben, bocs. Igen, hihetetlen. Végre van nézettség is az M1-en. Köszönjük a meghívást, szeretünk mi is benneteket. Még puncsoljunk egymásnak? Nem, lezárná, ha hagynád. Ha igen, abba hagyod. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság, jól megy? Hallottam, hogy itt voltak, sőt, találkoztam is velük a szújóikkal, és ezt akartam mondani tegnap is, csak aztán annyi mindenről kellett beszélnünk, hogy ezt elmulasztottam, hogy ma is egész nap este 6-ig lehet Forma 1-es belépőket nyerni, kívánságműsorban is, meg a Klassz délutánban is. Tök egyszerű a játék, elrejtettem Fettelt a dalok közé, és aki megtalálja, az egyből hívhat minket. És hát egy szerencsés minden órában. Te, de várj. Páros belépőt nyert. Félértetett Balázs, minden rendben van? Ja, nem érezted, hogy kérdezted? Túl kedves voltam, csak ironizálni, ne törődj vele. Figyelj, ez mit jelent, hogy elrejtetted Fettelt, hogy mond egy mondatot, vagy a hangja van ott? Nem, vagy, szerintem így csinálj. Nem, vagy, ezt csinálja konkrétan. És komolyan kérd, nem mondja, hogy ő a Fettel, és ő is a Klassz FM-et hallgatja. Tehát hazudik. Miért? Hát amikor itt van. Hát mit hallgatna más, ne viccelj. Egy komolyan ezt mondja, hogy én Sebastian Fettel vagyok, és én csak Klassz FM-et hallgatom. Mutassuk meg tudod mutatni ott a promók között. De miért mond ilyet? ezeket a Station ID-kat, ugye ezt így hívják tulajdonképpen. Szakmai, én sose értettem. Hi, I am Britney Spears. And you're listening. Érted? Csűz, így mint Sebastian. Sebastian Fettel. Én is, mint te is, a Klassz FM-et hallgatom. Nyilván. Na figyelj. Hallo, mein Name ist Sebastian Vettel und ich grüße alle Hörer von Klassz FM. Alle Hörerschlagerek a Klassz FM-en. Aha, így rejtettem. Amikor ez két dal között jön, akkor érdemes hívni a 061-555-55-00-t. Na jó, de nem azt mondta, hogy én is a Klassz FM-et hallgatom. Én ezt értettem, bocs. Bármit mondtad ott volna. Nekem ezt mondja. Na jó, a lényeg, hogy ott van Fettel. Fettel a Schwarze Klinika. Udo Brüngmann, Jürgen Krütje. És a végére oda Bök. Klassz FM. Hívjuk a naphallgatóját már is. Kap valamit? Kap, mehet a Vidám Parkba. Milyen? Gondolom, igen. Menne a Vidám Parkba, ha fölvenné. Utolsó? Ennyi. Most az utolsó? Ja, várj ide. Na, ez az utolsó. De ez most, ami most jön? Ne, ez volt. Legyen szívünk. Na jó, akkor nem megy Vidám Parkba, nincs naphallgatója. Várjunk, hogy van, csak nem vette föl. Csabikám, remek zenéjét lesznek ma is. Köszönöm kérdésed. Radics Gigit hozom, képzeljétek el, hogy a közösségi oldalán ő kiposztolt egy nagyon-nagyon régi képet, azt, amit, ahogy mi megismertük őt. Biztos emlékeztek rá, hogy amikor először jelentkezett egy ilyen tehetségkutatóba, akkor még hát nem volt egy olyan szép nő, mint amilyen most, egy nem annyira szép kislány volt, csak nagyon finoman fogalmaztam, hihetetlen, tehát nem ismernéd meg. Akkor a változás egy ilyen before-after képet tett fel, nagyon szép lány lett belőle. Énekelni már akkor is tudott, most pedig van egy új dal, Mire vársz, ez a címe. Egyszerűen kőprofi. Nem tudok, nem tudok hol belekötni. Nem is tudod eldönteni, hogy rárepüljél rá, vagy Gáspár Evelinre. Már eldöntöttem. 555 55 00 itt tudtok Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok. Csau.